Thank you. És akkor szép jó estét kívánunk minden kedves nézőnek itt a Space Junkie YouTube csatornán. Az intrót úgy gondoltam, hogy elhagyjuk ma, mert egyrészt nem feltétlenül vág a témába, ami szerintem nem probléma egyáltalán, másrészt meg több időnk lesz beszélgetni. Ugyanis itt van, itt vagyunk ismételten a háromtest probléma trilógia előadássorozatunk második részével, amit Veres Laci barátunk ötlete alapján kezdtünk el, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük. Mindenképpen kövessétek a Facebookon a háromtest probléma rajongói klubot, megtaláljátok a linket. De én ezzel nem is húzom az időt, csak mindenképpen akartam, hogy elhangozzon. Kis László Csillagász barátommal, hát kiegészülve fogjuk vendégül látni Salát Gergely, Gergelyt, akiről mindjárt egy picit beszélünk, de szervusz Gergely, Gergő, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És szervusz Hello, Laci, sziasztok. Hogy vagy? Mi újság van veled? Jól, köszi. Jól. <coughs> Ha majd néha köhögök, meg néha orront fújok, akkor üdvözlöm az összes pollen termelő biológiai kreatúrát, mert hogy szénanáthával küzdködök éppen. <laughs> Ez ilyenkor tavasszal talán nem annyira ritkaság. Nem, Ilyen. most idén nagyon. Ilyen. Ilyen. Kérek minden nézőt itt az adás elején, hogy mindenképpen írjátok meg nekünk, hogy jó-e a hang, valaki halkabb vagy hangosabb a többiekhez képest, és még az adás elején én próbálom majd ezeket de hogy megy le, hogy hogy ne úgy menjen le az adás, hogy valaki zavaróan halk, vagy zavaróan hangos. Úgyhogy ezügyben várom a visszajelzést. Mielőtt belekezdünk, én Gergőről egy pár szót azért ejtenék, mert hogy ez így érdomos. Te egy nagyon érdekes személyiség vagy legalábbis a, a nagyon rövid önéletrajzod alapján, ugyanis ő kína szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője. A magyar Külügyi intézet kutatója, gimnáziumi tanulmányait egy pekingi középiskolában végezte, ami hát semmiképpen sem szokványos, aztán kínai szakot végzett Magyarországon, azóta folyamatosan Kínával foglalkozik, több egyetemen tanít, sokszáz tudományos és népszerű, népszerűsítő cikket írt és a szerzője. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy közel áll hozzád Kína. Te mélységemről lesz, sok mindent nem mondott el, csak a, ugye a munkabeli karrieremről, hát természetesen közel áll, hát ezzel foglalkozom most már évtizedek óta. Uh -huh. A személyiségedről szerintem majd a mai este folyamán tudunk meg egy picit többet. Remélem nem, vagy nem, nem olyan oldalait, amit nem szeretném. Természetesen. Azt írják, hogy Laci egy picit visszhangos, nem tudom, a múltkor is ilyen volt, tehát én nem tudom, hogy ezzel inkább csak az, hogy egy, egy teremben vagy, és szerintem lehet, hogy ez. Lehet, lesz. hogy az egyébként, mert egy nagy teremben, az úgy hívják, hogy irodám, és, és ebbe itt visszhangzik. Szépen pattog a hang, nincs túl se, el van elég sok, mindegy, szószegítesz. az. De ha érthető... Ez a technológia jó volt, igen, ha érthető. érthető legyek. Igen. Így van, így van, így van. Jó, hát szerintem kezdjünk is akkor bele, mert mert nagyon sok dologról szeretnénk beszélni a mai este folyamán, és azért is gondoltunk arra, hogy Gergőt meghívjuk, mert, mert eleve szerintem indítsuk a beszélgetést azzal, hogy egy picit beszélünk a, a, kínai szifiről, mint, mint műfaj, mert szerintem ez az európai vagy a nyugati léleknek ez, ez szinte egy nem létező fogalom egészen a három test probléma megjelenéséig, vagy berobbanásáig, úgy a köztudatba. Nem tudom, hogyha van kedved erről egy picit nekünk beszélni. Hú, próbálok uh, röviden, mert... Majd néha közbeszólok, ha sokat lakjuk. Jó, Uh, jó, itt esetleg az egyes meg a kettes képet, hogyha megmutatjátok, uh -huh. az picit illusztrálja a mondani valómat, hogy ez a skifi az egy nagyon nyugati műfaj, tehát a régi Kínában, a hagyományos irodalomban ilyen, benne, ilyen nem volt. Olyasmik, amit mondjuk fantazinak lehetne nevezni. Olyasmik uh, léteztek a klasszikus kínai irodalomban is, de... Tudományos Fantasztikus Irodalom az teljesen egy import termék. Valamikor a 19. és a 20. század fordulóján kezdtek el Vernét, meg H.E. meg egyebeket fordítani kínaira. Azok az igazából reformértelmiségiek, akik föl akarták rázni az éppen óriási válságban, történelme mélypontján lévő kínának a lakóit. És a kiutat azt a tudományos technológiai fejlődésbe látták. Tehát ugye ez egy olyan időszak volt, amikor a nyugat nagyon csúnya megverte a kínaiakat. Történelme folyamán Kína először találkozott egy olyan civilizációval, ami fejlettebb, erősebb volt nála, legalább olyan szintű kultúrával, civilizációval rendelkezett, mint a kínai, és nagyon csúnya katonai vereséget szemület tőle, és ezért hát nyilván a kínaiak elkezdtek azon gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni, hogy ezeket a csúnya fehér embereket elkergessék, és hát nyilván adta magát, meg kell nézni, hogy mi az, amit jót csinálnak ezek a fehér emberek, hát amit jót csinálnak, az a tudomány és a technológia. És akkor picit ugye mélyére a dolgoknak, és így jelent meg a skifi is, mint ilyen tudatformáló, Hát ilyen eszköz, amiben a reformer elit, a haladó elit azt próbálta ugye, terjeszteni a kínai emberek körében, akik nagyon hagyománytisztelőek, mondhatni nagyon maradiak voltak, és a modernizációnak egy csomó vívmányát elutasították, hogy igenis tudományra és technológiára szükség van, és akkor ezt nyilván a Vernének a, nem tudom, a utazása a, a holdba, meg a föld alatti, Utazásról szóló könyv, aminek most a pontos magyar címe nem jut eszembe. Utazás szerint, a föld középpontjába. Bocsánat, utazás a föld igen. Meg, meg, meg a hasonlók azok, hát ilyen jó eszközként szólnak, hogy megmondják a kínaiaknak, hogy mi az a tudomány, mi az a technológia. Nem, nem, nem Ezek a szavak se léteztek a... Régi kínaiba. Úgyhogy először fordítás irodalomban jelent meg a skiffi, tehát egy bő száz éve Kínában, aztán néhány kínai szerző elkezdett maga is skifiket írni. Az 1900-as években születtek az első uh, skifik. A kettes kép egy ilyenből való uh, meccetet uh, ábrázol. Ezek az kifik, nagyon érdekesek. Irodalmilag csapnivalóak egyébként, de lényegében arról szólnak, hogy majd a modern fejlett Kína miként fogja leigázni a világot és Móresőt -e tanítani a nyugatiakat. Megjegyzem itt most egy, promózom egy kollégámnak a, 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 művét. Az egyik első ilyen szkifét, azt nemrég Tokai Zsolt kollégám lefordította magyarra, még nem jelent meg, néhány héten vagy hónapon fog, belül fog megjelenni, az a cím, hogy Új világ. Ez arról szól, hogy a fehér faj, meg a sárga faj összecsap, méghozzá Magyarországon. Úgy kezdődik az egész Világháború, hogy a magyarok, akiknek a kétharmada sárga, egyharmada fehér, szerző szerint felszáll, azok tatlakozni akarnak lényegében a kínai érdekszférához, azáltal, hogy bejelentik, hogy átveszik a kínai naptárat, a sárga császár naptárát, és ezt a, ny a csúnya nyugatiak nem akarják hagyni. Tehát nem akarják hagyni, hogy a magyarok kiugorjanak úgymond a nyugati szövetségi rendszerből, és katonailag fenyegetik Magyarországot kínaiak, hát két kénytelenek megindítani a flottájukat, hogy beavatkozanak és megvédjék Magyarországot, és akkor ebből egy nagy háború tör ki, ahol minden, mind, minden, a két fél egyre modernebb, egyre pusztító fegyvereket vett föl. A végén persze a kínaiak nyernek, és Magyarország megszabadul a fehér árványtól, és elnyeri a, a méltó helyét a sárga fajnak a, világában. Nagyon érdekes, nyilván irodalmilag nem egy jelentős alkotás, de csak a magyar vonatkozás miatt is vicces. Az egyik első kínesz kifi az éppen erről szól, ez egy 1908-as mű, az a címe, hogy új világ, vagy bocsánat, új korszak, itt a, a hármas képen, hogyha Szavi beteszed ennek a magyar borítóterve látható, nem tudom, hogy pontosan mikor fog megjelenni, Nyilván a témák szempontjából itt a lényeg az ha az, tesz, hogy... De ez a sárkány a jó parlament előtt, ez nagyon vicces. Hát ezt a, a fordító kreált mesterséges mesterség és intelligenciával, tehát ez nem egy eredeti kínai grafika az előzővel ellentétben, de hát mutatja az egész történetnek az abszurditását. a lényeg tehát az, hogy ezt kifejezően próbáltak fölrázni a kínai olvasókat, hogy Fejlődnünk kell, modernizálódnunk kell, oktatási rendszert kell kiépíteni, tudományt kell kiépíteni, és akkor le fogjuk tudni győzni azokat, akik minket bántanak. Gergő, bocsánat, a... én közben szóltok és kérdezhetek. Már, bocsánat, hogy legyen de hajlamos, hogy egyen... 90 perces ja. előadásokban gondolkodik, a magyar értelmiségi betegségben hogy... szenvedek. Próbálj már egy kicsit beszélgetésbe és ez egy kit lehet, tudom, mindenki a nyil nyilván nézők már várják azt, hogy na, láttátok én -e már a Netflix sorozatot, hiszen legutóbb arról az beszélgettünk. Is jön, az is úgy jön. beszélgettünk még, hogy, hogy, még nem, de de engem érdekelne a történelmi háttere, hogy azért, amikor csillagászat történetről beszélünk, akkor mindig mondjuk, hogy a régi kínai csillagászat iszonyú fejlett volt. Jegyeztették az eget, az összes vendégcsillagot, ugye Novát, Szupernovát, gyakorlatilag a kínai, koreai, meg japán följegyzésekből ismerjük, meg én mutka valahol olvastam, ez épp tőled valami cikkbe, hogy azért a kínaiaknak voltak hajóik az Indei óceánon, már mindenfelé mentek, hogy hol vesztették el, vagy miért vesztett, miért nem lépték meg azt az ugrást, amit mondjuk Európa ott a 16. század, 7. század környékén meglépett. Hiszen történelmeleg nem volt sorsszerű, hogy Nyugat-Európa hódítsa meg először a világot, vagy az volt? Egyáltalán nem, hát ez a nem tudom hány millió vagy milliárd UNS kérdés, tehát erről szoktak ilyen nagy konferenciákat tartani, ahol összegyűlnek a világ legokosabb emberei, és arról beszélnek, hogy mi történt Kínában, vagy miért nem Kína lett a világ ura, amikor még ezer évvel ezelőtt messze technológiában, tudomány Eszé. mindenben a, 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 tudom, nincs, a nincs egy volt. Nincs és egy és kor. nagyon össze szoktak ezeken a konferenciákon. Hát. Talán a mongol, tehát időben az egyetem, a mongol hódítás torpantotta meg őket. Tehát valószínűleg, hát. ugye nálunk is volt tatárjárás, hát nálunk is volt tatárjárás, csak hát nálunk egy ilyen jó száz évig tartott a mongol uralom, és az teljesen más irányba, tehát más irányba terelte a kínai történelmet. tehát utána, miután a mongolokat elkergették, egy sokkal autokratikusabb, merevebb, bezárkózó rendszert építettek ki maguknak a kínaiak is, mm. ahol tudománynak, technológiának nem volt helye. Tehát itt nagyjából a mi tatárjárásunkkal egy időben éltek mm. le erről az útról. Érdekes egyébként, mert tényleg egészen másképp is alakulhatott volna. Ez egyébként ez azért jó kérdés, mert meg nagyon jó, hogy említetted ezeket az indiai óceáni hajókat, mert Liu szint, tehát az a szerző, akiről most beszélünk, az uh, még a 90-es években írt egy ilyen alternatív történelmi könyvet, ami pont erről szólt, hogy a kínai hajók, a kínai flotta, ami átszelte az indiai óceánt, és eljutott egészen Afrikába is. Ez eddig tény. Uh, Visz, nem fordult vissza, ahogy ez a valóságban volt, hanem tovább ment a flotta, és felfedezte Amerikát, meghódította Európát, és végül is egy, tehát a regény ez egy olyan világot ábrázol, ahol Kína a világúra, és az egész ország Kínának a gyarmata. Tehát ez a kérdés, ez magának Li színnek a fejében is megfordult, és for, egy, egy, egy jól tudom, helyet nem jelent ne. regényt írt volna. Forró kind hmm? helyet lehetne forró hmm. China <laughs> és akkor is tényleg ők, ők uralják a, a világot, meg mindent, akkor ezek szerint? <laughs> Igen, érdekes. Még a, a, a történetről annyit, hogy uh -huh. tulajdonképpen ez a népnevelő szándék ez végig megmaradt. Volt egy-két kivétel, például a magyarul is megjelent Macskaváros krónikája, az inkább egy ilyen disztópia. Marson játszódik, űrhajók vannak benne, de sokan hát nem skifinek tartják, hanem inkább egy ilyen disztópiának. De ezen kívül egyébként a kínai Skiffy egészen a 70-es évek végéig alapvetően népnevelő jellegű volt, hogy a leendő Kínai tudósokba, vagy a kínai fiatalokba föl kell kelteni az érdeklődést a tudomány iránt. És aztán majd a 70-es évek legvégén, amikor Mao meghal, és lehet szabadabban írni, akkor jelenik meg egy új hullám a Skiffinek, megalakul, van egy nagy folyóiratja a kínai tudományos fantasztikus irodalomnak, ez a Skifi világ, a ez lényegében a központja ennek az egész világnak, Liu és is itt kezdett publikálni, és igen, nagyon sokáig, 80-as, 90-es években egész jó szkifiket írtak, de ez egy ilyen szubkultúra volt. Sok százezres, vagy sok milliós, de alapvetően szubkultúra, tehát itt teljesen el volt zárva a kínai irodalomnak, meg a kínai életnek a többi részétől, és aztán végül is a három test trilógia hozott egy teljes áttörést, tehát az volt az első, ez ugye 2000-es években jelent meg, angolul csak a 2010-es években, de kínai már 2000-es években megjelent, Eszméletlenül népszerű lett, és ez volt az, ami így elmosta a határokat az úgymond rendes irodalom, meg a skiffi irodalom között is értem mindenki elkezd skifit olvasni. Ezt tudjuk amúgy, hogy az író maga, tehát ő, ő, ő ezt hogy éli meg? Mert azért ez egy időben, ahogy láttam, ez egy eléggé elnyújtott folyamat, hogy ez tényleg egy ilyen globális őrületté ez lassan válni, és gondolom erre a Netflix még inkább rá. Tehát tudjuk, hogy ő ezt hogy éli meg belülről? Mert hogy ő gondolom ezt, ezt Hát most ilyen friss. Őre. A friss interjúkat nem olvastam uh, vele, de nekem, nekem úgy tűnik, hogy itt egy iszonyatosan termékeny szerzőről van szó, aki 90-es évek óta bele van a flóba, és akkor neki a három test, az nem az volt, hogy na én 30 évig dolgoztam rajta, és akkor most te segít a Magnum Ófusz, hanem a, nem tudom, a rengeteg könyvek közül egy volt, ami aztán befutott, de ő mire befutott, dire már valószínűleg teljesen máshogy az ő Esze és is az új dolgain e, dolgozott, tehát e, én nem, nem érzem azt, hogy ilyen nem tudom sztáralőrjei e, alakultak volna ki, vagy elkezdett volna világsztárként e, viselkedni. Például pont ma kaptam egy hírt, hogy a Magyar-Kínai Baráti Társasághoz kötődően vagy a, a kortárs Kínai Könyvklubhoz kötődően lesz egy rendezvény a három testvér, és oda személyesen küldött egy ilyen üdvözlő videót, ami mm -hmm. üdvözlő magyar olvasókat, tehát egy megközelíthető fickorról van szó, és a Hát így szereti, tehát sok interjút ad a világ nagy dolgairól, meg a jövőről, meg egyébekről, de egyébként saját magáról nem nagyon. Tehát ő, nekem nagyon úgy tűnik, hogy szívesebben beszél a emberiségről, mint az emberről. Uh -huh. Laci, ezt te mondtad az első beszélgetésünk során, ha jól emlékszem, hogy, hogy számodra ez nagyon lejön, hogy hogy nagyon alapos kutató munka van benne is. Igen, hogy... tehát, teh hogy annyira teh bele van téve a regénybe a kreatív energia, aminek éppen csak a töredékét sikerült aztán Netflixbe beépíteni a sorozat sorozatkészítőknek, amikor amikor elképzeli, hogy az űrhajós kinlebeg a világűrbe egyedül, és akkor ilyen, ilyen gyakorlatilag ilyen pszichológiai, helyzetleírásokat, tehát szindróma leírásokat is kitalált. Tehát, tehát annyi minden kis tálon benne van az, hogy ezért ő valószínűleg igen sok évig dolgozhatott amíg aztán a végső szöveget kialakított, és nagyon sokat elolvashatott háttérbe az égett a világon mindenről is, nem csak fizikáról, csillagászatról, hanem tényleg akár a tömeg -lélek is, mert, mert amiket meg leír, azok olyan nagyon nekem naív olvasónak nagyon hihetőek, ezért imádtam, amikor már harmadszor olvastam, mert tényleg úgy bele tudtam teljesen élni magamat az ő világába, mert, 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 mert hihető, mert na mindegy. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> Igen. Neked milyen volt az első benyomásod, Gergő, erről a, erről a trilógiáról, tehát magáról a könyvről? Beszéljünk szerintem először. Már, hát az mert... első találkozásom az egy pódiumbeszélgetés volt, amikor úgy beszéltem a könyvről, hogy egy sort nem olvastam belőle, tehát ez egy picit kínos volt csak meghív, valami Margó Fesztivál, vagy Irodalmi Fesztivál kapcsán meghívtak, és muszáj volt, hogy legyen egy kínás, és mondtam, hogy nem olvastam még, de, de mondták, hogy nem baj, akkor beszéljek majd a kínai szkifiről. Tehát tulajdonképpen ekkor szembesültem először azzal, hogy ilyen, ilyen skifi szerkesztőkkel, fordítókkal beszélgettünk nyilvánosság előtt, és ekkor Ekkor éreztem azt itt, nagyon fontos dologról lehet szóba, vagy nagyon jó könyvről, hogyha ezek az egész életüket, az kifinek szentelő kollégák ilyen lelkesek. És aztán úgy jött ki, hogy én tavaly olvastam a könyveket először. Tehát ugye régóta szemesztem velük, de hát jó vastagok, és akkor tavaly volt az, hogy láttam, hogy most lesz a következő néhány hétben annyi időm, hogy letok ülni és el tudom olvasni a három könyvet. Ez egyfajta egy munkaköri kötelességként fogtam fel, hogy hát nyilván nekem, mint ilyen kínás embernek illik képben lennem, hogy mi is folyik Kínában, és igaz, hogy egy majdnem tíz éves késéssel, de azért, hogyha nem tudom, valaki felteszi nekem a kérdést, hogy mi is ez a három test, vagy mi a helyzet, akkor azért tudjak viszonylag hitelesen válaszolni. Tehát így munkaként elkezdtem olvasni, aztán így beszippantott, nem tudom, néhány tucat oldal után az egész történet, és akkor rájöttem, hogy ez nem azért, ez nem kínai könyvként érdekes, tehát ez nem egy ilyen a szakmámhoz kötődik ezért érdeklődők iránta, hanem ez önmagában egy iszonyatosan jó könyv, hogyha kolumbiai lenne, vagy amerikai lenne, vagy nem tudom, zimbabwei lenne, akkor is ugyanilyen jó könyv lenne, tehát nem a kínaisága a jó benne nyilván az 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 számomra különösen érdekes érdekesítette, hogy ezért tudtam hova kötni a uh -huh. kínai dolgokat. Uh -huh. Nekem hadd legyen, legyen le... már egy na naív kérdésem, és neves, nyugodtan, Gergő. Te ezt eredetibe is nyugodtan ugyanúgy el tudnád olvasni? Tehát ugyanolyan sebességgel földolgozásra? Nem. Tehát... Nem, 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 nem olvasok olyan gyorsan kínaiul, tehát hogyha valami megvan magyar, róla, akkor hát bustaságból is azt inkább magyarul olvasom, mert nyilván azért a dolgoknak a 99,99%-i nincs semmi magyarul, sőt angolul se, <laughs> de egyszerűen meg volt magyarul, hogy ezt magyarul olvastam. Én egyébként egy Kanada, Kanada akkoriban már Kanadában dolgozó ausztrál kollégámtól a Facebookon láttam megosztva, hogy éppen elolvast az ez tíz ez évvel ezelőtt, és akkor megvettem az angol fordítást a Amazonról e-bookként, és akkor aztán kijött a, akkor még nem is kijött ki angol a második se, az első az nagyon tetszett, aztán több éve eltelt, mire akkor egyszer csak megvettem a második, harmadik kötetet, és akkor egyszer csak újraolvastam mind a hármat, és azt adottam még kétszer. És, és minden egyes alkalommal felfedeztem egy csomó dolgot, amit az egyel korábbi elolvasásnál abszolút elmulasztottam. Tehát annyira távol vannak a bizonyos dolgoknak a megmagyarázásai, hogy ha az ember csak úgy egyszer a franc se fog emlékezni rá, hogy amit a második kötet legvége, az, az első kötet közepére valamit utal, vagy meg, megoldást kínál. Úgyhogy nem mondjuk én, csak, én viszont a magyar fordítást ezt nem olvastam, azt nem is egyáltalán, csak az angolt. Ja, akkor te nem is olvastad magyarul? Nem, én ez, ezért nem tudom a neveknek a magyar kiejtését, mert én az angol átírásba, tehát a Bei gondolom Cseng Bei lehet valaki, ami most egy ilyen fes katona, fes katona tiszt lett, aki a Jézus Mária, na mindegy, szó, szóval, tehát, á, na mindegy, majd erről beszélgetik egy kicsit később tényleg, hogy a Netflix kapcsán hol veszett ami szerintem nagyon jó éppen, hogy kínai íztad a dolgoknak. Na mindegy, szóval aznak is az átírását, én csak az angol átírásba is vagyok. a magyar, magyar, kiadás az, az angolból készült, és ugyanazt az átírást. Igen. Követi, ez nem egy angol átírása egyébként, hanem az a kínaiaknak a saját latinbetűs átírása, és a nemzetközi világban ezt használjuk. Tehát itt a, tehát a magyar az lényegében ugyanaz, mint az angol. Okay. A, a kína, az angol meg a kínai között vannak különbségek. Uh -huh. Ott belenyúlt bele a Ken Liu, aki ugye az első kötetet fordította angol, és be, befuttatta a, a könyvet Amerikában. Hát az, az, az mindenképpen látható, hogy, hogy, hogy óriási hype kezd kialakulni körülötte is, Ö, hát ugye a sorozat az, ami... A, egy picit érintsük a sorozatot, és nem a, a Netflixes sorozatot, hanem a Tencent féle sorozatot, amiről <laughs> kiderült kicsit korrektálnám magam az első adáshoz képest, hogy nem a Tencent a sorozat címe, hanem Three Body, azt hiszem, tehát három test néven fut kínaiul, és a Tencent az a Netflix egyenlősége lett ott lehetett tenni, tehát hogy a Net Tencent készítette a három test sorozatot. Ez egy 30 részes sorozat, részes sorozat, ezt ha jól tudom, akkor egyikőtök sem látta még, mert hogy nem volt egyszerűen. 30... Kinek van rá ideje, Süszenbeg? Érthető. Nem, nem néztem, el, elkezdtem Értető. nézni, azt hiszem, hogy négy vagy öt epizódot mm -hmm. néztem belőle, de hogy, tehát, har... meg fogom nézni, sokkal jobban követi a könyvet, mm -hmm. és ugye ez a 30 részes csak az első könyv mm -hmm. vet fedi Igen. le. Így is persze le kellett vágniuk néhány kanyart, mert a könyv az valami elképesztő fordulatos, <laughs> és nagyon sok rétegű, Igen. és nagyon keszek. Hát pont, pont, pont emiatt jó, ezt megcsinálni a sorozatban szinte lehetetlen, de a, a, az a Tencent féle soro, kínai sorozat, ez azért eléggé szorosan követi a könyvet, elég jó. Minőségben nyilván nem olyan szép a látvány, mint a, mint a Netflix sorozatnál. Ez de, de azért többet, egy többet egy visszaad az eredetiből, legalábbis amit én így négy epizód alapján meg tudtam um, állapítani. Aztán mai napig szerettem volna megnézni, de egyszer nem volt 30 órám az elmúlt, nem tudom, két évben, hogy, 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 hogy minden a 30 epizódot megnézek teljesen értető. Nekem volt egy hetem, amikor nem tudtam túl sok adást csinálni családi elfoglaltság miatt, és akkor minden este három-négy részt lezúztam. Tehát úgy konkrétan nagyon ráértem. És nekem egy totálisan pozitív csalódás. Tehát ahhoz képest, hogy én úgy Hú? ültem le, hogy úristen, itt, va, itt, ezt úgy kell végig szenvedjem magam, és akkor már aztán másfél könyvet elolvastam, és elkezdtem nézni, és teljesen egy, egy ilyen fejes ugrás a kínai kultúrába. A modern kínai kultúrába is. Ezt beszéltük adás előtt, és erről egy picit beszéljünk már, még mielőtt tényleg nagyon belemenjünk a sorozatokba, sorozatba, sorozatokba, hogy, hogy azért beszéljünk már arról, hogy, hogy, hogy mennyire nem tudunk semmit a modern Kínáról. Tehát se itt Magyarországon, se úgy nyugaton általában, Amerikában meg pláne nem, hogy, 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 hogy az embernek semmilyen kép nem ugrik be a fejébe. Ha azt mondom, hogy 2024 peking, vagy Shanghai, vagy. Akármi, tehát, hogy hogy néznek ki a városok, hogy élik az emberek az életüket, hogy ugyanúgy elmennek kávézóba, hogy egy modern eh, mi ez, társadalom, és, és, és hogy. Tehát hogy nekem ez volt a legszembetűnőbb az egész sorozatban, hogy ez egy full modern dolog. Tehát, hogy eh, tudjuk, de mégse tudjuk. Én hagyom majd Gergőt szakért, én és csak egy két centet a Tencent után hadd tegyek hozzá. <laughs> ez már 12 a, Nekem, egy, lesz. nekem a, a egyik csillagász kollégám, neki, neki, kínai együttműködései vannak, és shanghai jár rendszeresen. És talán tavaly, tavaly előtt mesélte nekem, hogy, hogy neki, amikor most közel, mondjuk a korona után ismét megérkezett shanghai az volt a legmeglepőbb, hogy gyakorlatilag sokkal csöndesebb város, mint mondjuk Budapest, mert gyakorlatilag már csak elektromos meghajtású járművek közlekednek benne. És hogy úgy elhúzott Kína nyugati világ előtt, legalábbis a nagyvárosokban mindenképpen, hogy azt mi el se tudjuk igazából képzelni. Erről lelkendezett nekem a rádió csillagász kolléga, aki rendszeresen jár arra. Én szeretném majd egyszer megnézni. De a másik még a csillagászati oldalról jön, amikor olimpia volt Kínába 2000 talán, 22-ben. 3, akkor voltak Kína, akkor Pekingben voltak, ott akkor a légszennyezés nagyon paraszkodott mindenki, hogy köszönülték a torkukat piszkosul. Mi, a múlt héten, amikor jött a szaharai homok? Körülbelül annyira. Na mindez, ez én két centem ehhez a kérdéskörhöz. Hagyom a szakértőt szakérteni. Hát ugye, Sánkháj azért a, a legfejlettebb városok közé tartozik. Hát nem néz ki egész Kína úgy, mint Sánkháj, meg nem néz ki egész Kína úgy, mint a Tencent sorozatban ezek Tudod. a modern jelenetek. De hát azért mondjuk egy fél félmilliárd ember az ilyen körülmények között Tehát ők a keleti eh, nagyvárosokban élnek, amik eh, abszolút ultramodernek. Hát itt nyilván eh, a médiának azért elég jelentős felelőssége van abban, hogy semmit nem tudunk róluk. Hát nyilván nem újságírók, még amerikai újságírók sem föltétlenül tudnak kínaiul, ö, meg ö, tehát itt azért van, van, van egy komoly politikai probléma, tehát egész egyszerűen Kína felnőtt Amerikának a a a, a a gazdasági szintjére, technológiai szintjére, katonai szintjére, vagy legalábbis sok, sok, sok minden megközelít hozzá. Tehát egy komoly kihívója Amerikának, és meg hát nyilván az egész nyugati világnak. Tehát azért 4-500 év óta most van először, hogy van egy olyan civilizáció, itt végülis nem egy államról van szó, hanem egy komplet civilizációra, akik egyébként többen is vannak, mint mi, és akiknek esélyük van arra, hogy a nyugati civilizációnak ezt a 400 éve kialakult hegemóniáját megrendítsék a világon. És hát akkor mit csinál válaszként a nyugati világ? Ez jó, a jó szokásához híven bedugja a homokba a fejét, és akkor nem számol be arról, hogy mi is folyik Kínában, mert hát, hogyha nem tudom, nem fáj. Tehát nyilván, hogyha nem tudom, hogy Sánkályban már mindenki elektromos robogókkal jár, lényegében a, a, a csomó ilyen benzines-dízeles jármű is van tiltva egy csomó városból bizonyos kategóriákban. Hogyha erről nem tudok, akkor nyilván ez minket nem zavar, és akkor továbbra is még abban a tudatban, hogy mi vagyunk a legeslegnagyobb királyok. De úgy szerinted meg is van Kínában ez a globális világpolitikai nagyhatalmi ambíció? Én nyilván látom a jeleit, hogy igen, amikor a saját, mi a beidói rendszer, beidói a saját GPS Beito. rendszer, Beidoy, amivel ugye SMS-eket is Beito. lehet küldözgetni szemben GPS rendszerrel, vagy a Galileóval, tehát tényleg az egész világot be. Ez, ez nekem azt mutatja, hogy ők tényleg e felé. De szerinted például, Gergő, vannak adott esetben akár titkos sem belül köröztetett iratok, hogy 50 év múlt, a Kína 2100 stratégiai terv, meg ilyenek? Létezhetnek ilyenek? Hát 2050-ig biztos, hogy vannak. Nem csak titkosak, hanem e, nyilvánosak is. Egyébként meg tulajdonképpen mindegy, hogy vannak-e. Ugye a politikában nem azt számít, hogy ki mit akar, hanem azt számít, hogy milyen képességei vannak, mert hogyha megvan az ereje, képessége valamihez, akkor előbb-utóbb is fog jönni egy politikus, aki azt használni fogja. Tehát Amerika se úgy lett hegemon, hogy elhatározta, nem tudom, 1900-ban Theodore Roosevelt elnök, hogy én most itt világhatalmat csinálok, hanem egész egyszerűen olyan nagyra nőtt az amerikai gazdaság, és akkor ezzel párhuzamosan persze hadsereg, meg puha meg minden, hogy egyszer csak ott lett abban a pozícióba Amerika, hogy hát egyedül mondta meg mondja meg a világon, hogy mi, merre, hány méter. Függetlenül attól, hogy éppen az XY elnök az milyen dokumentumokat köröztetett, meg milyen stratégiái voltak. A kínaiakkal is igazából ez lesz, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy nekik most van-e ilyen ambíciójuk. Van egyébként, de hogyha nem lenne, akkor is tulajdonképpen, hogyha képességek meg lesznek 2050-ben arra, hogy a nem érdekszféráit ideig, meg ideig, meg ideig kitolja, akkor valamilyen módon azt ki fogja tolni, mert egész egyszerűen a, a hatalom az, az e, így működik. Én azt látom, hogy azért a, az ambíciók azok most nem arról szólnak, hogy ők legyenek az új Amerika, és akkor az amerikai hegemónia után megteremtsék a kínai globális hegemóniának az időszakát, hanem egyelőre még csak ott tartanak, hogy ezt az amerikai hegemóniát így erodálni kéne. Meg kéne szüntetni és egyfajta ilyen több pólusú világot kéne kialakítani. A természetesen Kína az egyik legfontosabb pólus, de még nem akarja ö, olyan módon, ö, hát nem akar olyan módon, nem tudom, csendörködni az egész világon, ahogy azt most Amerika teszi. Aztán lehet, hogy majd ez a szándék is előbb-utóbb meg fog jönni, hogyha képességek meg lesznek hozzá. Most itt azért még nem tartanak egyelőre, hát az ilyen párhuzamos rendszereket, a itt a Python navigációs rendszer, mint a nem interneten a interneten a Pytu a, a Google helyett, meg a Vépo a Twitter helyett, meg a stb. stb. Tehát, hogy ezeket a párhuzamos infrastruktúrákat építik fel, nem főtétlenül azzal a céljal, hogy az egész világot leuralják, hanem inkább, hogy így osztozzanak a világon, tehát, hogy, hogy ők is kapjanak néhány szeletet a mindenféle tortákból. Én pár éve olvastam egyébként egy, egy militáris cifit, vagy hát nem tudom az, hogy egy militári jövőben, ahol Amerika és Kína keveredett háborúba a nukleáris csapásokkal. Lehet, lehet ismerős, nem tudom, már valami, valami, NATO figura, vagy valami magas rangú katonatiszt volt az egyik író, és segített meg. Ugyanúgy, mint ahogy valamikor oroszok ne a hasonló mint hogy oroszok lerohanták a, a balti vidéket. És ott akkor legvégén azért India lett a békekötő, aki rendet lakott a két nagy rosszalkodó gyerek között. Azt mondta hogy India, hogy én is vagyok másfél milliárdos ország. Tehát azért, azért ne felejtsük el, hogy Kínától balra lefelé egy most már lakosságát tekintve már többen is vannak, mint a kínaiak, igaz? Csak hát a gazdasági erejük az, ami még, még elmaradt. Tehát, tehát a 21. századot nem valószínű, hogy nyugat-európai fővárosokból fogják igazából írni. Ha akár, hogy is Én és akkor a erre adókat. mondom, hogy a kínaiak ilyen több pólusba gondolkodnak, ahol egyébként Indiát is pólusnak számítják, meg Oroszországot is, meg Amerikát is, Brazíliát is, Európai Uniót is, tehát ők Indiával abszolút számolnak. Hát Indiának azért a gazdasága még töredéke a kínainak, és azért valahol lehet, hogy ez változni fog, de meg az indiai a munkakultúra, a tanuláshoz való hozzáállás stb. Az azért egészen más, mint a, a kínai. Tehát a, 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 azért a, a kínaiak. Hát nem, ugye, nem, nagyon nem élik ilyet mondani, de mondjuk, mondjuk az, hogy a, mondjuk a, a szorgalomnak, meg a tudásnak valahogy azért szélesebb körben és nagyobb tisztelete van, mint mondjuk bizonyos indiai államokban. Magyar, vagy, mi de ez vagy a világban következik, a, igen, következik a az, az és autokratikus más. rendszerből, nem? Földétlenül. Tehát Kínában is autokratikus rendszer volt, tehát ugyanezek a hagyományok 500, meg 1500, meg 2500 m. éve is megvoltak. Uh, azt mondja hogy most, India mennyire demokratikus, ebben most szerintem nem menjünk bele. Nyilván ez egy ilyen szlogán, hogy a világ legnagyobb demokratia. De, az, de, hogy mondjam, tehát uh, India sem az a, nem tudom, liberális, mint a demokrácia, főleg az elmúlt tíz évben meg nem. Hát a modubarátunk barátunk az, igen, jó megkavarta. Na mindegy, ezek már Ami nekem nagyon tetszik, hogy, hogy, hogy egyrészt Kína nagyon meglovagolja a technológiai forra, forradalmat, és, 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 ez, ez szerintem nagyon sok embernek ezért kezd szimpatikus lenni em, világszerte az, hogy nem, e, tehát nem úgy erőből, hogy akkor fegyverek is, akkor na most mi, akkor itt felnövünk, és így giga meg a hadsereggel átveszünk a hatalmat, hanem látszik, Értik azt, hogy, hogy a technológia az, ami, az, ami nagyon sok helyen be tud férkőzni a nyugati világba. És ezt, és ezt látjuk, ha, ha csak azt nézem, hogy a mi csatornánkon azért elég milyen beszélünk arról, hogy a kínai űripar milyen szinten nyer teret, és, 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 és kicsit azt látjuk, én mindig a, a japán autó és motoripart hozom fel, hogy ők is először másoltak, és akkor egyszer csak elkezdtek diktálni, és, 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 hogy megnézzük azt, hogy a japán automotoripar ma milyen szinten van, vagy a digitális termékek, az elektronikai termékek gyártása, egyszerűen ugyanezen az úton tűnik, hogy keresztül megy Kína, nekem legalábbis, és, és technológiailag valami hihetetlen csoda folyik ott. Elektromos autók, mobiltelefonok, minden, 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 minden. minden Kínából jön. Igen, de eddig azért egy olcsó szerelés működött ott is, és most meg inkább próbálnak technológiailag, tehát minőségi szintet is ugrottak. Hát nem. az egyértelmű, hogy ők nem akartak abba a szakaszba megmaradni, amikor hogy a Laci fogad, hogy minden Kínából jön, tehát amikor a minden tudom, amilyen műanyagból fröccsöntenek, meg nem tudom, az oknik, meg egyebek azok mind Kínában gyártónak, ez ugye nem egy hosszú, tehát ez, ez, egy olyan szakasz a gazdasági fejlődésnek, ami nagyon sok kelet ország átment, hogy olcsó feldolgozó ipari termékekkel látják el a gazdag nyugatot, de ezen azért mindenki szeretne tovább lépni, kínai szeretne tovább lépni. Tehát ők nem akarnak a világ végezetéig barbibavákat fröccsönteni a gazdag amerikai gyerekeknek hanem ők akarják megmondani, hogy mi legyen az, amit eh, vel játszanak, nem csak az amerikai gyerekek, hanem az a kínai, meg indiai, meg afrikai, meg európai gyerekek is. Tehát magát a, a brandet kitalálni, meg a szabványokat megszabni, meg a divatokat megszabni. Itt vannak bizonyos sikereik, meg vannak kudarcaik is, tehát ez, ez nem egy teljesen lineáris folyamat, de az biztos, az, az fontos, amit mondtál, hogy mindennek a kulcsának a technológiát tartják. Tehát elvileg a kínai kommunista párt az egy ateista párt, de nekem az az érzésem, hogy a technológiai fejlődésben egy már, már vallásosan hisznek. Uh -huh. Hogyha az ember bármilyen politikusi beszédet meghallgat, vagy elolvassa nem tudom, öt éves terveket, vagy a pártfőtitkári beszámolót, miniszterelnöki akármiket, folyamatosan tudományos technológiai fejlődéstől, kutatásfejlesztésről, innovációról, beszélnek, mert rájöttek, hogy az ő elmaradottságukat csak úgy lehet, tehát azt fogja eldönteni, hogy a következő néhány évtizedet ki nyeri meg, hogy ezekben a frontvonalbeli vagy élvonalbeli technológiákba ki szabja meg az irányokat. Tehát kinek lesz előbb, nem tudom, működőképes kvantum számítógépe, meg kiküld ki előbb, nem tudom, micsodát az űrbe, mm -hmm. meg Hold. ki mennyire menő, nem tudom, mesterség, mesterséges intelligenciát csinál, bioteknológia, stb. És elképesztő összegeket, energiákat fordítanak a cégek is, meg az állam is kutatásfejlesztésbe, innovációba, és persze a nyilván nem mindig a leghatékonyabban használják föl hogy csomó probléma van a kínai kutatásfejlesztés rendszerrel, de azért a mennyiség az átcsap minőségbe esett. Azt látjuk, hogy bizonyos területeken a kínaiak most már abszolút a világ élvonalában vannak, egy elektromos autózás, egyébek. Uh -huh. Egy picit forduljunk le szerintem a sorozatra, mert egy nagyon jó szegvét találtam ki, hogy esetleg induljunk el akkor, a, ha már a modern Kínáról és a fejlett Kínáról beszélünk, azért a sorozat. A, a legelején azért az, ez egy nagyon sötét korszakba indítja az egészet, és, és ez egy geniális vonal, ami végigmegy, hogy ugye a jévencsi azért áll erre a pályára, mert hogy az ottani tapasztalata, amin, ami, amin keresztül megy. Tehát eleve az, hogy, hogy, a, hogy és, és, ez a része például nagyon tetszik, nekem legalábbis a Netflix sorozatban, hogy ezt, ezt tök jó bemutatták. A Tencent sorozatban ez nincsen benne. A Tencent sorozatban a Jévencsie édesapja az ágyban párnák közt hal meg, és, és teljesen kimarad belőle ez a kulturális forradalom része, nem meglepő módon. <laughs> Ami nagyon sokat elvesz belőle, gondolom. És hadd kérdezzünk ketten. Én megmondom őszintén, hogy a Jugoszláviában születtem, a jugoszláv iskola rendszerben tanultam történelmet, a kínai kulturális forradalomról ekte kerek nulla karaktert tanultam valaha is. Úgyhogy engem például a háromtest probléma vett rá annak idejük, először az első kötetét tíz évvel ezelőtt, hogy akkor néztem meg a Wikipédián, hogy mi a franc volt ez a kínai kultúra. Nyilván voltak, nyilván hallottam a négyek bandája, Mao ezek úgy nagyjából megvoltak, de hogy milyen brú, durván brutális korszak volt ez a, az a, a kultúrás forradalmak nevezett valami, azt úgy akkor kezdtem el kapizsgálni, amikor a pont a háromtest trilógia első kezdet nyomán utána nézte, hogy tudnál nekünk erről mesélni, hogy hogy következhetett ott be, meg mi is volt ez az egész, mert nekem az egy annyira sötét folt, úgy a világtörténelme, a saját, tudomásom szá, tudom, saját tudásom szerint is, meg úgy szerintem a, a nézőink között se hiszem, hogy nagyon sokan tudják, hogy milyen durva dolgok történtek ott Kínában. Hát erről is tudnék néhány 90 perces nagy előadást tartani, de próbáljuk visszatérni Maradjunk 9 be. Ugye 1966 és 76 között tartott ez az időszak. Itt egyszerűen, vagy nagyon leegyszerűsítve arról volt szó, hogy, hogy Mao Tse Tung, aki az első ember volt az országban, ő nem érezte elegendőnek a hatalmát. Tehát ő nem volt egy olyan totális diktátor még 66-ig, mint Stálin. Szeretett volna az lenni, de, de, egyfajta ilyen kollektív vezetése volt Kínának, ahol hát a többi pártvezetőn is át kellett vernie az akaratát. És akkor Márján, el... bocsánat, bocsánat, hogy meg ne, felt feled de egy, egy, kicsit már, ugye a második világháborúban a japánok nagy részt lerohanták Kínát, akkor voltak ott valami szovjetek is, tehát a második világháborúból akkor emelkedett ki Mao a hatalomba, igaz? és valahogy akkor lett A második kommunista. világháború után volt még egy polgárháború, uh -huh. amit nem a japánok ellen, hanem a köztársasági párt a Kuomintang ellen vívott, és ez mégis is 49-ben. Tehát rögtön Igen. a második világháború után jött még egy három éves polgárháború a kínai nagy örömére, és ezt Mao Zedong nyerte meg, hogy pontosabban a kínai kommunista párt, és hát itt ugye ez nem egyedül volt a Mao Zedong, hanem volt egy uh -huh. csomó vezető társa, aki akivel szintén számolni kellett, és végül is 66-ban jutott oda a ma Mao és ez robban, vagy emiatt robbantottak ki a kulturális forradalmat, hogy megpróbálta teljesen egy személyévé venni a hatalmát, kitalálta azt, hogy hát a régi rendszernek, az imperialistáknak, meg a kapitalistáknak, meg egyebeknek a hívei, azok nem semmisültek meg a proletár diktatúra bevezetésével, mert ezek olyan ravaszok és gonoszok, hogy elbújtak különböző területeken, és igazából két területen bújkálnak, ott húzták meg magukat az osztály ellenség képviselői. Az egyik a kultúra területe, itt tele van olyan ö, emberekkel, elemekkel, az oktatás, művészetek, irodalom, tudomány, stb., akik még valamilyen módon a régi világban szocializálódtak, és a nem tudom, feudális, meg burzsá, meg nem tudom, milyen eszméket vallja. Tehát meg kell tisztítani a kultúrát. A másik pedig maga a kommunista párt. Tehát annyira ravaszak a pártellenes erők, hogy a kommunista pártba beléptek, és ott mindenféle pozíciót szereztek, és akkor onnan próbálják az ellenforradalmat csinálni. Akkor maó a fiatalokat, azt a nemzedéket, a városi fiatalokat, akik már az ő eszmein nevelkedtek, akik már az 50-es évektől fogva azt tanulták az iskolában, hogy Mao tse a világ legbölcsebb embere, ezeket tulajdonképpen felőről felülről fellelkesítette, ösztönözte arra, hogy támadjátok meg a kultúrának a képviselőit, a tanáraitokat, a művészeket, a tudósokat, stb. Másrészt meg támadjátok meg a mindenféle szinteken a pártvezetőket, meg az állami vezetőket, mert biztos, hogy vannak köztük ellenséges ügynökök meg meg egyébek, és akkor tartsatok ilyen bírálati gyűléseket, amir ugye a Netflixnek a, a Netflix sorozatnak az elején is szerepelője, jelentjének az apját ugye megölik. Csak ez valóban így nézett ki, ez egy elég reális jelenet, ez a, ez a úgynevezett bírálati gyűlés, a Netflix sorozatban a sorra ki az adott intézménybe, vagy városba, vagy kerületbe, vagy gyárba, vagy ahol éppen ezt a bírálati gyűlés tartják, a helyileg azonosított, tehát én pártellenes, meg búrzsóál, meg egyéb elemeket kiállítják a színpadra, szégyen sapkát adnak rájuk, megverik őket, rákényszerítik őket, hogy vallják be a bűneiket, ellenük fordítják a családtagjaikat, és az illetőt teljesen megtörik. Van, hogy szó szerint is, itt ugye a filmben meg is ölték, ilyen is gyakran előfordult, van, hogy csak megverik, van, hogy csak, nem tudom, megalázzák, és ez a kínai embernek az arc elvesztése, a megaláztatás az lényegében egy ilyen életre szóló, meghatározó dolog. És ez azt jelentett, hogy hát ezek a fiatalok, ezek a fanatizált fiatalok, ezek lényegében mindent elpusztítottak, meg mindenkit elpusztítottak, akivel, vagy amivel kapcsolatban a gyanú felmerült, hogy valami, nem tudom, bourgeois tannak a hirdetője, vagy valami régi feudális, nem tudom, dologhoz kötődik. Az összes templomot bezárták, felgyújtották, az összes papot, szerzetest, egyebet, ugyanígy meghurcolták, munkatáborba küldték, megölték, agyonverték. De lényegében az összes írót, költőt, művészt is. Tehát egy tíz évre lényegében a kultúra megszűnt. Ez Igazából Mao a hatalmi ambícióiról szólt, aki hát, valószínűleg ő fő célpontjának inkább a párt saját pártját tartotta, a pártbeli vélt meg valós ellenfeleid de hát ilyen koszkázatként vagy mellékhatásként a, a kultúrának, tudománynak a, a, a képviselői is félkereszbe kerültek. Úgyhogy ez a jelenet, ez teljesen e, valóságos. Az nem valóságos, hogy a kislány az ott a tömegben áll, és ott sikongathat. Mm -hmm, mm -hmm. Hát valószínűleg tehát egy, egy helyzetben, vagy egy, ilyen helyzetben ezt nem engedték volna, hogy ő mm -hmm. ott legyen, vagy bármilyen módon jelez az egyetem értését, őt is azonnal fölurcolják a színpadra, és nagyon mm -hmm. verik. Mm -hmm, mm -hmm. és, és ennek azért nagyon nagy pusztítása is volt, igaz? Teh tehát ténylegesen, most nem tudom, százezrek, milliók haltak meg ebben a tíz éves periódusban ennek az egész úgynevezett forradalomnak a eredményeként, igaz? Most hát én, csak én, én utána nem hoztak nyilvánosságra egy ilyen Excel táblát, és Világos. Hát honlapjára, hogy akkor 3.542.112 ember halt meg, mert ez egy, igazából ez egy nagyon ciki történelmi kisiklás. Tehát ez szégyellik. Úgyhogy nem tudjuk, hogy hivatalosan hányan haltak meg. A, 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 a szerint néhány millióan. És hát a kínai kulturális kincseknek, műemlékeknek egy jelentős része megsemmisült. Mm. Hát tehát azért... Amit ma Kínában mutogatnak, mint régi műtárgy, annak egy jelentős része Újra. az utánzat, másolat, hamisítvány. Ézetlen. Azért, azért a Tencent sorozat, ez, 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 tehát a Tencent sorozatban ez nagyon jól tette, néző, amit éppen most mondasz, hogy szégyellik is, nem véletlenül nem úgy indul, és nekem például ez volt az egyik nagyon komoly plusza a Netflix sorozatnak, mondjuk a, a Tencent sorozattal szemben, hogy, hogy itt, itt, itt tényleg látjuk, hogy mi történt, míg a kínai sorozatban nem úgy tűnik, hogy ők ezzel még a mai napig sikerült leszámolniuk, ezzel a ezzel a nagyon mocskos tíz évvel vagy évtizeddel. Ami Ez egy történt. nagyon érdekes történet. Mert a, rögtön a kulturális forradalom után, vagy utána néhány évvel így kiengedték a szelepeket, és a 80-as években iszonyú sok regény, film, festmény, akármi készült a kulturális forradalombeli borzalmakról. Tehát akkor lehetett erről beszélni, magyarul is sok ilyen regény megjelent, meg filmeket is láthattuk. A kínai értelmiség földolgozta a saját, áldo saját bűneit is, mert azért itt a tettesek is voltak sokszor az áldozatok, meg az áldozatok is tettesek. Meg a, meg a, saját szenvedéseit, aztán így lekerült a napi és főleg a Xi Jinping korszakban, tehát az elmúlt tíz néhány évben, hát a pár történet, tehát megint elkezdték egy picit így átírni, és ezeket a kellemetlen epizódokat. Nem, ezek nem teljesen tabu témák, tehát azért lehet tudni, hogy csúnya dolog, dolgok történtek a kulturális forradalomban, de mondjuk nem tesszük bele egy, nem tudom, egy, egy, egy Valószínűleg százmilliók által megnézett sorozatban. És egyébként érdekes, a könyvel is ez volt, a kínai eredetibe, a kulturális forradalmi jelenetek, azok valahol a sokadik fejezetben szerepelnek. Tehát benne vannak a könyvben, de nem az elején hangsúlyos helyen. És amikor ugye aki befutatta a t Amerikába, ő lefordította a könyvet, ő azt javasolta a szerzőnek, hogy ezek annyira ütősek, ezek a kulturális forradalmi jelenetek, hogy tegyük be őket a könyv elejére, ez az amerikai olvasóknak jobban fog tetszeni. Mm -hmm. És a Liu Cixin erre azt mondta, hogy tulajdonképpen ő eredetileg is oda szánta őket, csak így a cenzúra vagy öncenzúra miatt nem akarta, tudta, hogy ez az olyasmi, lehet beszélni, de lehetőleg azért nem a leghangsúlyosabb helyen, tehát ilyen óvatosságból betette a könyv közepére a kulturális forradalmi mm -hmm. eseményeket. Úgyhogy itt van egy nagyon jelentős különbség az amerikai, meg az azt követő magyar, meg a kínai eredeti között, ugye angol kiadás, meg magyar kiadás, az öröktön azzal kezdődik, hogy ott ilyen vörösgárdista csapatok, ezek a fiatalok ott írtják egymást, és akkor valami kislányt ott ugye agyon is lőnek. Ez a kínai eredetiben, nem tudom, századik vagy 200. oldalon szerepel. És akkor a Netflix az tulajdonképpen az amerikai kiadást, vagy az amerikai vagy angol kiadást követi. A Tencent meg valahogy erről az egészről megfeledkezik, mert mondjuk egy könyvnek a századik, x oldalán lehet írni a kultúrális forradalom, de azért egy ilyen nagy, reprezentatív sorozatból legjobb, hogyha az egészet kihagyjuk. Hm. Ez És érti, mi, mi vetett véget? Mao halála? Mao halála, igen. Igen, igen. Mm -hmm. És senki nem volt, aki a helyére üljen ugyanaz az hát, elős Sokan lehet. voltak, akik szerettek volna, mm. de itt tehát Mao halála után rögtön jött egy pucs. A nak voltak ilyen ez a, széls, ez a négyek bandája, amit te is említettél, a Mao nak a felesége volt, meg néhány ilyen szélső balos káder, akik szerették volna folytatni, de a régi elvtársak, akik nem értettek egyet a kulturális forralma, és akiket érintett az egész, a nagy részüket elvitték, és nem tudom, nyolc évig a szenet bányázták, meg a bivajtrágyát hordták, nem tudom, Guangxi tartományba, Peng is, valami vidéki traktor szerelő gyárba vagy üzembe dolgozott, nem A hat évig. Ezek megpucsolták a négyek bandáját, szépen oda őket egy helyre, és letartóztatták őket, és visszavették a hatalmat azok a régi elvtársak, akiknek a eltávolításáról a kulturális forradalom eredetileg szólt, és, a, és kijelentették, hogy na, akkor ennek vége most egy új korszak kezdődik. Hm. Nagyon, érdekes. nagyon érdekes amúgy, hogy, hogy amikor, tehát az adás előtt beszélgettünk tegnap, amikor összelőttük a technológiát, és említetted, hogy, meg, meg, most is mondtad, szerintem az adás elején, hogy, hogy ez nem egy kína specifikus story, Tehát nem, nem attól nagyot, nem attól szól nagyot, mert Kínában játszódik, vagy Kínában én, hanem lehetne bármilyen nemzetiségi. Azért én mégis valamiért azt érzem, hogy egy óriási cundelt ad a sztorinak az, hogy mégis Kínában indul el. Hogy ott van a, a, a kulturális forradalom, és akkor szépen e, e, innen gyűrűzik be a story, mert ugye a képen látható jéngye? Ő, ő azért, tehát látjuk, hogy ez a folyamatos megtörés, folyamatos átverés, folyamatosan csalódás a környezetébe, a, a társadalomba, az emberiségbe, tehát számára az emberiség a saját kínai társadalma, akivel ő érintkezik, a, ugye a könyvet mikor megkapja, és akkor utána előveszik, és letagadják, akkor felkerül ugye a, a Vöröspart intézménybe, és akkor amikor rájön ott a, a nappal kapcsolatos dologra, akkor ugye elmondja a kollégának, és akkor a kollega rukkal elő, mint az ő ötlete. Ugye azt hiszem, ez az a könyvben is így van. Igen. Tehát, hogy folyamatosan át van verve, és az vezeti el végül is arra a pontra, hogy amikor meg kell nyomni azt az üzenetküldési gombot, akkor ő megnyomja. És ez, és ez nem biztos, hogy mondjuk egy Brazíliába, vagy egy, nem tudom, egy Indiában mondjuk így történt volna, most csak mondtam két példát, de 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 számomra abszolút jó jön ki, hogy ez Kínában játszódik. Hát igen, hát, én, hát, én nyilván hát, mindenki hát, a saját hát, szenvedéséből indul ki, tehát azért valószínűleg európai történelmben is találhattunk volna olyan szemét, aki megnyomja azt a gombot a uh -huh. saját tapasztalatai miatt, de valószínűleg Indiában, meg Brazíliában. Ö, és hát, Nyilván ugye egy, egy, egy írónak abból kell főznie, ami rendelkezésére áll, és nyilván egy kínai írónak, hogyha akar találni egy motivációt, hogy miért tulajdonképpen árulja el az emberiséget a főszereplője, akkor nyilván ő a, a, a saját történelméből fog kiindulni. De valószínűleg pont ez a kérdés, tehát ez a, a sztori kínaiságának a megítélése, amiben én vagyok a legkevésbé hiteles, mert hogy ugye számomra az, hogy, hogy valami kínai, az, az nem jelenti azt, hogy ez nagyon egzotikus. Tehát én az olvastam a kínai könyveket, az, hogy nekem ilyen kínai emberek szerepelnek egy sorozatban, vagy egy könyvben, az számomra nem, 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 nem újdonság, és ebben valószínűleg én azért elég, nem egyedi, de mondjuk kevesen vagyunk. Hadd borítsam rá az asztalt akkor egy... Hadd borítsam rád a virtuális asztalt egy panaszommal, szegény kisgyermek panaszai. Ugye a, a könyvben, a, a wallfacerek, ugye a, 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 a falnézők, vagy mi a francia magyar fordítása? Faltörők. Vagy faltörők, mindegy. Nem, nem a faltörő az a wallfacer. Az a, a, Bocsánat, a igen, Wallfacer igen, igen, a igen, igen. falnéző, vagy mit um, tudom én, nekem az wallfacer angol alapján. Ugye a Luo aki a második mindegy. kötetnek uh -huh. a főhőse effektíve. A, az egész második kötet az ő történet. És, és ő, én nekem aki mit én életem során, azért találkoztam kínai csillagászokkal, kutatókkal, akármikkel, és nyilván úgy olvastam, ő egy olyan kínai karakter, ezzel a, ez a, ahogy, a ahogy ő aztán kéri, amit kér szerként, vagy falnézőként, hogy ott legyen az a az elképzelt szerelmének a megvalósítás. És aztán azt az egész, ahogyan ő, ő a kardhordozóvá, Swords holder vála, áll, vagy mi kardtartó, vagy mi -tartó. a franc kardtartóvá, uh -huh. akkor az abban, úgy benne van, én nekem egy olyan kínai karakter, és amikor a, a sorozat hetedik része környékén rájövök, hogy ez a fekete bőrű amerikai fickó, Falképző, 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 falképző. Falképző, ja igen, ah. itt van állom, falképző, igen. Szóval, hogy, hogy, a Luo egy fekete bőr amerikai fickó, az nekem nagyon nagy csalódás volt. És, a, és ez az egész sorozat, és nem azért, mert nekem bármi bajom lenne a fekete bőr amerikai fickókkal, nyugodtan jöhetnek akárhány is, de hogy pont a Luo yi pont a őt kiírják, ez, ez, ez nekem azért a regény, fogalmazunk úgy, hogy eléggé lelkes olvasójaként, ez nagyon fáj. És, és az egész sorozat kapcsán, most itt kicsit csapok a levesbe, mm, ne baj, a lecsóba, a... de nem baj. Ugye én nekem az egy föntartásom, ami megfogalmazott első, második részben, és a nyolcadikban, amikor végignéztem a teljes sorozatot, abszolút kijött az, hogy a film, a Netflix, Bizonyos pontokba szinte szolgaian másolja a dolgokat. Amikor Jeven én csak ilyen, ilyen így tudom ejteni, nem tudok ilyen szép késen kínaiul beszélni. Szóval Jeven sie beszélget a sírnál, a lányának a sírjánál. Elvileg Luó-ével kéne, hogy beszélgessen, de itt ezzel a fickó aki a falképző fal lesz, és annyira semmit mondó, agyoncsapott beszélget, és el sem hangzik a, a, a csillag, az asztroszociológiának a három alapelve, a három kiinduló tétele, és nincs semmi, tehát ki van írva az egész, de a, de a az ott mászik azon a nyomorú tévszámon. Tehát, tehát, tehát bizonyos részletekben, tulajdonképpen teljesen lényegtelen részletekben, karakter hülyen be van téve a regényből, a hangya, ami mászkál a, a mi a francol, az évszámon, ugye a második kötet ezzel kezdődik, és aztán utána meg ami történik, annak még halványilag kapcsolata sincs ahhoz, ami... na igen, itt van, köszönöm szépen. Lói, köszi, szia, nagyon szép Ha hát, nem tudott volna maga elé egy afroamerikai fiskus. Nem, nem is az, hanem, hogy a, nekem aztán, ami a könyvben történik Lóivel, az az, 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 tehát ő nekem, egy, ő, ő nekem egy kínai ember, ahogy én elképzelem hmm. egy, ilyen, egy ilyen kínai értelmiség, kínai hátteri értelmiség, én, ne, én, nem tudok. És azt, hogy kiírták a szövegébe azt a a három, hogy hogyan... Csak ha beletették azt a mondatot, hogy Isten ne vicceljél, azt hiszem valami ilyesmi mm -hmm. volt, amit mm -hmm. olyan hangsúlyjal mondtak, ami, ami majd vélhetően a második évadban vissza fog jönni, és neki meg fogja majd Tehát Egy picikét már most félek, hogy a sötét erdő modellt, vagy a sötét erdő teóriát hogyan fogják majd a következő évadban földolgozni. De de el, el, nekem az egész nyolc részből ennek a karakternek a megjelenése a legnagyobb csalódás. Uh -huh. Bocsánat, hogy ilyet mondok. De, uh -huh. mert, mert sírok lói után. Uh -huh. Kérgő, neked hogy csapódott le a Netflix sorozat? Szerintem akkor vágjunk bele, csapjunk bele. Hát, ö... jaj. <sítható> <sítható> nyilván a a, a, könyv elolvasása után, tehát én el nem tudom képzelni, hogy ezt az iszonyú sok rétegű, iszonyú ágazó, nagyon nem sablonos uh, sztorit bárki tisztességes sorozattá tudja formálni. Tehát ez azért egy sokkal mélyebb sztori, mint a trónok harca. Az se rossz egyébként, ott is nyilván a könyv sokkal fordulatosabb, meg mélyebb, meg nem tudom, bonyolultabb, mint a sorozat, de ott azért ott, ott az alapanyag nem volt ennyire uh, dús. Hát ilyen, 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 összetett, dús. Most az, hogy itt ez a, ez a nyolc részben az els, azt az első kötetet uh, sűríték össze, amire a kínaiaknak is kellett 31 órás epizód, és még az se, a, uh, abban sincs benne minden. Nyilván, nyilvánvalóan nyilvánvalóan könyvelolvasása után a, a sorozat az, ugye a fő, fő, fordulatokat, meg mi fog történni, azt tudjuk, tehát ami a lényege a dolognak, azt, azt már előre tudjuk, az el van ezzel, hogyha az ember olvasta a könyvet. Annyira sokat, meg a nem tudom, színészi játék, meg a látvány, meg egyebek, meg nem tesznek hozzá. Tehát szerintem inkább lehet, hogy az a jó, hogy az ember először a sorozatot nézi meg, és tehát lehet, hogy ilyen tízernek jó a sorozat, hogy hát, ha lesznek sokan, akik a sorozat alapján elolvassák a, trilógiát, és akkor ebből, ebből, és hogyha ez megtörténik, akkor akkor pozitív hatása. Akkor azt kell mondani, hogy tök jó, hogy elkészült ez a sorozat. Hát még maga én a ezt kon konfirmálom. Éven... Egyébként konfirmálom, a kolléga is mondta, hogy mit tudom én, a apukája megnézte a sorozatot, és utána azt mondta, hogy jó, akkor ezt inkább elolvasom könyvbe. Igen, mert azért a sztori az ütős, tehát az eredeti sztori az ütős, okay. és azt el tudom képzelni, hogy valaki, aki nem ismeri a sztorit, és a sorozatban találkozik vele, azt az azért e, megdöbenti és, és re, sarkalja, hogy elolvassa. Tehát nem biztos, tulajdonképpen nem biztos, hogy rossz a sorozat, csak nyilván nem. hogyha az ember előtte olvasta a könyvet, akkor ez mindenképpen csalódás lesz. Uh -huh. a, hát, és akkor nyilván a sorozatnak van ez a. ami a kínaiaknak egyébként nagyon nem tetszik. Tehát én olvastam a kínai kritikákat, meg egyebeket, hogy hát ugye az egész sztori, az el van lényegében Lanítva. Uh -huh. Ugye a amikor még gonoszak a kínai a kulturális forradalomban, az azért benne van, de például a mai Kína az egyáltalán jelenik meg benne. Ugye a mai, a mai események azok át vannak helyezve Londonba, egy ilyen patika mérlegen kiszámítottan divers társaságban, hogy van a nem tudom, a fekete afroamerikai, amerikai, amerikai Londonban van a, a, latin bőrű, izé, nanotechnológia tudatos nő, vagy kutató nő. <sínt> uh, nagyon rossz karakter. Nem igen. tudom, mely, melyik. Uh -huh. Dél-amerikai dél országból, meg van ugye egy-két kínai, meg van a rendőr, akinek azért muszáj ott belérni a sztoriba egy meleg fiút, uh, ami ugye az eredeti könyve nincsen benne, tehát tipikus, amikor ilyen összegyűlnek, és ilyen Excel táblába leírják a Netflixnél, hogy akkor még muszáj, hogy legyen egy, nem tudom, egy, egy transzexuális fóka a sztoriba, mert annélkül nem fog megkörni, vagy nem, nem elég divers Story, és ez nyilván a, a, az egésznek ez a patika mérlegen való kiszámítottsága az azért nagyon adjon a, a csapja a dolgot. Meg hát az, hogy tehát miért kellett ezt Londonba helyezni, vagy miért, miért kellett ezt így... Hát, nyilván, nyilván tudjuk, hogy miért kellett, nem is ideológiai okka volt, hanem nyilván akkor fogják megnézni. Tehát, hogyha tíz elég hasonló kínai főszereplő van egy filmnek, akkor az eléggé bekorlátozza a nézőket. Mégis jól megjegyezhető színes karakter, szó szerint is színes karaktereket kínáltak belőle, tehát ez azért nekem így tokat levon az élvezeti értékből, mert hát nyilván azért a fő probléma az, az, az amit említettem, hogy egy ennyire bonyolult, uh, sok szálon futó sztorit összetenni egy ilyen lineáris, nyolc részes valamiben, az tulajdonképpen képtelenség. Én egyébként, mit, amikor megosztottam ennek a közvetítésnek a YouTube linkét a Facebook oldalon, ott valamelyik bejegyzés alatt egy egész szép komment föllángolás történt. Valakinek írtam azt válaszként, hogy akinek nincs ideje olvasni sokat, az nyugodtan nézze meg, kap egy jó történetet, mert alapvetően a Netflix nyolc részből kijön. Valójában van egy jó sztori. ez azért lejön. És akkor utána vagy lesz ideje elolvasni, vagy nem. Aki már olvasta a könyvet, annak úgyis is mindegy, mert ő tudja, hogy miről szól a történet, tehát akkor megnézi, hogy, hogy, hogy tudták ezt megvalósítani. Én engemet, ami, ami egy kicsit, kicsit sajnálom a sorozat kapcsán, ugye a, a, különböző szereplők, ugye a Cheng Xin, meg a, Jevensie, meg a, a Luo Yi, ezek ugye tulajdonképpen három különböző kötetbe jelennek meg. Itt meg együtt mennek. Uh -huh. és a harmadik kötet a könyvbe egy ilyen flashback-ekkel indít az elején, hogy visszatérünk az első kötetnek az idővonalára. És, és én valahogy reméltem, hogy talán, De nyilván egy sorozat ezt nem lehet megcsinálni, tehát ők, ők az összes párhuzamos eseményt most azonnal földolgozták. Oké, pipa, ezt értem. De az, hogy az összes főhős, fő karakter, az gyakorlatilag egy baráti társaságnak a része, ez nekem oly mértékben elhitelteleníti. Hogy mondjam, tett, úgy piszkálja a csőrövet. Persze, igen, csak ez a négyes baráti társaság képes a, a harcot fölvenni a, a minden látogató triszoralisziak ellen. Tehát, tehát, te, hogy magyarul az a több szálon mozgatottság, hogy vannak szereplők itt is, meg ott is, meg amott is, csak még ráadásul egy falképződnek, beraknak egy kínai tábornokot is, csak hogy a olvasókat arszul csapják a, a fickónk helyett. Szóval, szóval az egészben van, vannak olyan dolgok, amikkel nehezen egyezek meg, vagy berzenkedek, és ira, örökköli, örökké, berzenkedni fog, de ahogy a hajót ledarálják a panamai csatornába, az viszont bazilatványos. Na hát ezt azért, ezt azért, tehát a kegyetlen durva látványok vannak benne, hát gyerekek azért ne nézzék meg, de, de, de visszaadja mondjuk az eredeti történetnek azt a fajta kegyetlenségét, amit a, a apukájának a megölése is már reprezentál rögtön a hogy ez egy kegyetlen történet. Uh -huh. És igen, a hajót is ledarálják a, a kis apró csíkokra. Ha megengeditek, picit reagálnék. Azért nem tudom, szerintem mi nem vagyunk egy korosztály. Én fiatalabb vagyok mind a kettőtöknél valamennyivel. Nem öregíteni akarnak benneteket, hát ne értsetek félre, csak egyszerűen más korosztály vagyunk. én, én érdekes módon, én éltem 15 évet Londonban, és én ahogy végignéztem, végignéztem a nyolc részt, akkor nagyon elkettyentem, hogy ez egy szar. Aztán most megnéztem az adás előtt a híten az egész sorozatot megint, és esténként, és próbáltam azzal a szemmel nézni, mint hogyha nem olvastam volna a könyvet, nem láttam volna a Tencent sorozatot, ez egy teljesen új dolog számomra. Abszolút London. Tehát az, amit látunk, ez nem feltétlen patika mérleg, hanem tényleg Londonban, ha te Londonban élsz, akkor tényleg a kollégád az fekete meg sárga meg, mit tudom én milyen nemzetiségű. Tehát mindenféle nemzetből van. És ez, és ez nem kell, és, és ugyanúgy heterosex, homoszex, tök mindegy, minden van. Minden van. Tehát ez, ha azt nézem, aki élt Londonban, ez egy teljesen normális való szenárió. Tehát ez nem csak azért van, mert most a Netflix elment ebbe a nem tudom, hogy milyen ketyós irányba, hogy tényleg kínosan kell figyelnie. Jobban éreztem ezt mondjuk a Buddies című sorozaton, amiben annyira nem Illet bele az az egész, az már tényleg úgy idegen dolog volt, nem tudom, hogy láttátok -e a Buddies című sorozatot, mindegy a Darknak egy adaptációja, ami meg egyébként egy rettentően jó sorozat. És, 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 és ahogy néztem, egyszerűen nyugatosították a dolgot, megpróbálják eladni, mert bevallom őszintén, ahogy én elkezdtem nézni, olvasni a történetet, hallgattam, megnéztem a Tencent sorozatot, tehát azt se tudtam, hogy ki kivel van. Tehát azok ne. a kínai nevek, tehát majdnem egy kötetem így végig, mire megszokott, hogy Yüntian min meg meg akkor Deng, hai. igen, meg akkor a, a, a ugye a rendőr, az dászó, meg Söcsang, és akkor hogy egy, és nem mondják azt hogy de nek tehát, hogy ő, neki ez a beceneve, neve és, és nekünk annyira távoli a kultúra, hogy egyszerűen felfoghatatlan a sztori egy darabig, és én megértem, hogy az volt a szándékuk, hogyha Jóska Pista leül megnézni, az is megértse. Persze, hogy vannak feje állított dolgok benne, viszont vannak dolgok, amiket nagyon jól megcsináltak, és nem csak a látványra gondolok. Mondok egy nagyon jó példát, most vettem észre apróság, a kislány. Mindig, amikor felveszik a a sisakot, amit meg is tudok mutatni, akkor felveszik, ezt például rettentően jól megcsinálták, hogy nem a, nem a, a modern, hanem, hanem, ez a pöpet 150-200 éve múlva létező technológia se bedugni nem kell, se semmi, és, és abszolút hoz minden. És a kislány, aki vissza-vissza tér a végén, a jevengyje, az utolsó részben mielőtt elmegy és megalik, meghal, Kínában, mielőtt elmegy, a házában, a lakásában nézegeti a fotókat, és a lánya, aki leugrik az elején, ugye a, 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 a ütköztetőben, igen, igen, a Vera ö, vencsie, ő egyébként, kislányként. És hogy ezt, hogy, hogy vannak, be hogy benne azért ilyen, ilyen, nagyon apró elrejtett dolgok is, és ez viszont nem volt benne a könyvben, de mégis egy olyan extrát ad az egészhez, ami, ami, ami ad az egésznek egy karaktert is. És kezdem azt látni, hogy, hogy működhet a dolog, csak nem úgy kell ránézni, hogy hogy akkor könyv is akkor ahhoz képest. Hanem ezt úgy kell nézni, hogy volt egy könyv, egy ilyen sztori és akkor az alapján ők próbálnak valamit csinálni, ami hát reméljük, hogy a második évadra egy kicsit jobban összeszedik magukat, és nem lesznek annyira kilógó dolgok benne, de, de abszolút. Tehát ez látszik, hogy egy, ez egy, egy, egy kultúrának a szubkultúrája kezd lenni, amit elindít ez az egész. És ez alapvetően ez egy jó dolog. És ha, ha a nézők kis százalék azt mondja, hogy passzus, én elolvasom. Már akkor nyertek. Igen. A kardos szofon csaj is jó egyébként, Teljesen. aki ledarálja, hogy olyan veszi föl, akinek nem szabad. Ugye ő is csak a harmadik kötetben jelenik meg abban a formában, de felismerte azonnal, a, amikor megjelent a, a, a művi, az álvilágban, hogy, ez, ez, ez lesz az, aki majd ott Ausztráliában a fél ki akarja pusztítani, igen. vagy hát az egészet. Igen. tehát igen. Ezek igen, ezek mondjuk, igen, tehát nyilván, tehát Mégis, mégis, csak kreatív emberek csináltak egy jó sorozat, egy sorozatot, jó erős pénzügyi háttérrel, minden mechanizmus meg volt hozzá, tehát nyilván. De hát ezért, hogy is írtam valakiknek, hogy, hogy ha, ha, még nem olvasta, nyugodtan nézze meg, és, és, kap egy jó sztorit. Aztán vagy elolvassa, vagy nem. Ha nem olvassa, akkor majd megvárja a második évadot. Arról egyébként bármit tudunk? Van valamiféle információ? Készül. Hogy hogy készüld, de készül, de mikor, meg hogy, meg merre, meg meddig. Ha valaki esetleg a nézők közül tud bármit, akkor e, azt írják meg, és közben szeretném jelezni, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, azt szerintem most kezdjétek el feltenni e, a kukacpésgyönki előtaggal, mert akkor kiemeli a chatben a kérdéseteket. E, Esetleg melyik volt a kedvenc részetek? Gergő, hadd kezdjem veled. Tehát így a sorozatból van-e ilyen, vagy mi az, A ami, sorozatból? Úgy, ami úgy, hogy wow! Azt mondjam, hogy a könyvből a középső, a sötét erdő. A, a sorozatban nekem tetszenek ezek a... amikor a játékban vannak, az azért nagyon profin meg van csinálva, tehát azok szerintem nagyon jó részek, ugye ezt azért iszői profi emberek csinálták, tehát a, tényleg a... a trónok a stáblistája, de még szereplő is került, tehát <laughs> belőle ugye a chips gyáros rác az a trónok harcában valami közepesen fontos, nem tudom, apród, vagy mit csoda, mert nem emlékszem. <laughs> um, szóval egy profi sorozat, a látvány az nagyon jó, a hajónak a felszeletelése az, azért szuperül meg van csinálva, és ott ott azért nagyon jól lejön ez a, a könyvben nagyon sokszor előjövő dilemma, ami hát egy nyilván egy ilyen kollektivista társadalomban, mint a kínai, egy, egy, egy nagyon is létező dilemma, hogy ugye az egyén vagy a közösség való előre. Ez ugye egy nagyon. A könyvben rengetegszer van, van ez, hogy van egy egyén vagy egy kis közösség, és azokat be kell áldozni azért, hogy az emberiségnek majd 400 év múlva esetleg legyen egy kis esélye. Uh -huh. uh ugye ilyen, ami, ilyen a hajónak a főszeletelése, de ilyen, Ez az űrbe ugye lelövi a, a tudósokat, akik a másik irányba akarják uh -huh. a fejlesztést uh -huh. vinni, vagy amikor ugye megszűkik a két űrhajó, de csak annyi üzemanyag van, hogy az egyik uh, tud értelmezhető távolságra eljutni, és akkor az egyiknek ki kell nyírni a másiknak a legénységét. Tehát uh, rengeteg ilyen uh, helyzet van a, a, a könyvben, amikor be kell áldozni embereket, és valahogy ez mindig ez viszi előre a sztorit, amikor valaki ki tudja mondani, hogy jó, akkor ennek az ezer embernek meg kell halnia azért, hogy az emberiségnek legyen esélye a, a túlélésre. És például ezt a, a dilemmát, tehát nyilván ilyen sorozatos módon, de azért elég jól bemutatta, a megragadta a hajószeletelős jelenet. ahol ugye maga a tudós, aki feltalálta a technológiát, az uh, kikoltozik, és ugye defizik be e, utána a látottaktól. Tehát a maguk egyszerűbb ugyan ezek az amerikai kreatívok is ér, hogy itt azért egy komoly dilemma van, és azért nem nem, 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 könnyű ilyen döntéseket meghozni. Csak egy, csak egy gondolat mielőtt, Laci, visszaadom a szót, vagy a, vagy a, a döntés meghozatalának a hiánya ugye a Chengxin, aki aki a kartartó lesz, és nem hozza meg ezt a döntést, és, és ezzel emeli ki azt, hogy nagyon fontos az, hogy olyan emberek legyenek döntő pozícióban, akik meg tudják tenni ezeket a nagyon fontos lépéseket, nem pedig hezitálnak. Uh, igen. Laci? Kedvenc? Hát mivel már előttétek a hajó darabolást, azért ezt nem mondhatom, hogy az. a úgy, hogy az mondjuk, ha ki akarok emelni egy részt. Én kiemelném a, a, az agykilövő részt, de nem azért, mert olyan pozitív, hanem mert inkább az egy, az egy, az egy nagyon mély pont. Tehát ugye maga az alap gondolat, tehát hogy eljuttatunk egy szondával, egy embert a, a közeledő idegenekhez, aztán kiderül, hogy nem lehet elég nagy tömeget vinni a lefagyasztott ember, ezért csak egy lefagyasztott agyat küldünk ki. Szuper! És akkor jön ez az ötlet, hogy fölrakosgatni a atombombákat, így egy ilyen ív mentén, és amikor elrepül mellette, akkor fölrobban és akkor annak a sugárnyomása gyorsítja a fényvitorláson lógó szondát. És ez ugye a, 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 a könyvben úgy eléggé elnagyoltam van leírva, valaki pont abban a Facebook komment folyamban még ki is másoltam a kindle azt a leírást, amikor a, a Cheng felvázolja az alapgondolatot, hogy hogy működik. Tó sincs arról, hogy a hülye ernyő közepén a kis lyukon kell átmenni az atombombának, és akkor majd ott roppan, van, miért nem se semmisül meg az a, már bocsánat, az a, az, a, az, a, az a szerkezet. Tehát az ott egy oly mértékű elmaszás, az. nem tudom másképp mondani, bocsánat, itt a kedves nézők, te 300, háromszázan néznek minket, sziasztok, háromszázat. Hogy, hogy, hogy a Jézus már ezt miért kellett? Igen. És azért, én emlékszem, hogy a regényben azért sikerül elérni nagyjából a közel egy század fénysebességet. Tehát, hogy ami amit kitűztek. Tehát ott csak a legutolsó robbanásnál történik egy pályamódosítás. Mm -hmm. Itt meg annyira szánalmasan van megcsinálva. a negyediknél, és egyszerűen nem méltó, még a sorozathoz sem, Igen. az ilyen szintű mellényúlása a megvalósításban. Az, az a rész, az ott, az, az ott és pont a végén az évad száró, mi a francnak? én zár a résznek az egyik legutolsó perceit a pillanatban, hogy akkor megy kifelé szegény Jüntian, míg ugye az volt az ő neve a, eredetileg a, a, a regénybe. Szóval azt, azt nagyon sajnálom, hogy ez emlékezetes tehát látom magam előtt, hogy ott elszakad a negyedikné az a hülye tartó. Tehát, tehát emlékezetes részt ez nem a jónak a szinonimája ebbe az esetben. Hát ha... ha, ha már... Igen, mond, mond, mond. mond ah, már, már, itt vagyok, csak ugye ez a szál, ugye a el még az visszatér majd a jóval később a, a, regénybe, tehát az agy meg lesz, de hogy mi történt vele, az a regényből nem történt, és csak egy érdekeseként mondom, hogy egy rajongó írt egy, egy ilyen fanfiction, megírta a a történetét, tehát az agynak a történetét, hogy a kilövésétől mi lesz addig, amíg ugye megint találkozik a Aha. szerelmével, és ez magyarul is megjelent, tehát hogyha valaki bele akarja ásni magát ebbe a háromtest univerzumba, akkor még magyarul is van lehetőség arra, hogy, hogy ezt a Eredetiből kibaradt történet, szállat. Mi a címe? Amit valami, Igen. egy pausú. Az idő oltárán az a. Címe Igen, én láttam a Recommend for you listán. Aha. Nem mondom őszintén, nem olvastam, még el fogom olvasni, és akkor majd megírom valahol, amikor kommentbe, hogy mennyire jó a, 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 a jó a sztori, hogy mennyire tudta hozni azt a színvonalat, amit a LiuCis szín azért elég hoz. Köszönjük az ajánlást, mindenképpen utána nézünk. Én ez a rakéta indítás emelném ki, mint, mint, abszolút negatívum, hát hol máshol, ha nem ezen a csatornán, ahol mi élőben közvetítünk rakéta rendszeresen is, ez egy, ez egy Atlas 5-ös egyébként, és ez a, a legerősebb verziója, a ú, Dávid itt vagy írd meg nekem, értem nem jut eszembe, mindegy Silent Break, mindegy, mindegy, a legerősebb verziója, és szétvisz hogy elindul, ők kimennek, lesétálnak a partra, a tengerpartra, ami valószínűleg nem egy fél perci sétára van az indító központtól. Ők ott érzel, érzelegnek és beszélgetnek, és ott nagyon komoly dolog van, és közben megy, megy a, a, az összeborulás, és akkor majd nagy nehezen visszamegy az, az indító központba, és még mindig emelkedik. És majd csak én nem is tudom, tehát majd csak utána egyszerre leválik a három oldalsó gyors, vagy, az öt darab szilárd gyorsító fokozat, de már le is szét is válik a fokozat, és már nyílik az egész, és már megy is, és egyszerűen, tehát tudom, hogy csak minket zavar, kockákat, de ez kocka engem... Kocka vagy, épp ezt akartam mondani, kocka vagy. Totál szétvisz, ez, ezt rosszabbul nem is lehetett volna megoldani, olyan mondom, úgyhogy... Igen, az 551-es a Silent Breaker, vagy van, van ennek valami nagyon jó elnevezése, nem Silent, mindegy, régegtelen. Szóval teljesen hihet, The Bruiser, igen, ez a neve, úgyhogy ez a legerősebb konfiguráció. Szóval ezt néztem, és másodjára még inkább ideges lettem tőle, hogy. <laughs> ez ilyen. Na minden, én ez nekem van két én gondolata, amit szeretném, hogyha mindenképpen megbeszélnénk. Gergő, itt az előbb mondtad ezt, a, hogy ez a kisebbség föláldozása a, a többség érdekébe. Ez nem valami olyasmi, ami a kínai kollektivizmusnak egyfajta, nem tudom, szimbóluma, metaforája, analógiája, nem tudom mi reminescenciája, keresem a jó irodalmi szavakat, de nem talál, mert én csak egy buta csillagász vagyok. Tehát, hogy, hogy, mit tudom én, most ha így visszanézek az elmúlt 70 évre, a kínai kultúrás forgalomnak az a 10 milliós áldozata, most csak mondtam egy számot, az azért kellett, hogy a Kína ma olyan legyen, mint amilyen. Hogy ez nem, nem, ez, ez nem, nem, nem... tudom, nem tudom, hogy mire gondolt a költő, de hát nyilvánvalóan a kínai hagyományban ez abszolút benne van. Mm -hmm. Tehát az, hogy az egyének alá kell rendelni magát a közösségnek, az úgy. De még erőszik. tudom én, azért a, nyug a nyugati világban tipikusan egyéni hősök vannak, akik aztán Igen. megmentenek mindent is. Igen, Itt és most ugye... a magukat áldozzák föl. Tehát ilyen nem tudom, Igen. Itt meg, arra meg ugye a gyerekeket mind... darálunk szét, hogy Igen. megmentsük a világot. Tehát ez ez. Ez benne van a kínai történet, hogy időnként azért ki kell a nagyobb jó érdekében, hát így ki kell nyírni, nem tudom, néhány millió vagy néhány tízmillió ember. Üm, nyilván ez, 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 Kínában is probléma, tehát nem azt akarom mondani, hogy ezek ilyen dilemmázások meg egyebek nélkül mennek, de azért a történelmi erői ilyenkor, tehát ilyenkor szokott jönni egy maocetunk, vagy akár egy tankszjapping, és azt mondani, hogy na gyerekek, akkor most a tömegbe lövünk, mert a nagyobb jó, Nyilván a saját hatalmi érdekünk, de ez persze úgy van tálalva, hogy a nagyobb jó az azt kívánja, hogy akkor most itt a Tiana mentéren itt ne tűtessenek a diákok, vagy az ellenség az ne legyen ott a kultúrában. Tehát ez, ez valóban része. A... Mm. Itt, itt, annyival van megspékelve, ami, ami teljesen egyedivé teszi a három testnek a történetét, hogy ezekben az inváziós Általában az szokott lenni, hogy azért az a, a űrlények azok hamarosan ott vannak, tehát így gyorsan kell döntéseket hozni. És nekem, nem tudom, hogy van-e ilyen, lehet, hogy az kifíródóban létezik ilyen, de ez, hogy 400 év múlva jönnek, lesznek majd itt, tehát tulajdonképpen a mostani generáció azt is megtehetné, hogy ez egészre magasról tesz, majd erről majd nem tudom, ükük unokáink gondolkodjanak, hogy mit csinálnak -a a triszolárisziakkal, mi itt tulajdonképpen élhetnénk, mint Marci Hevesen. Üm, és, és ugye itt a a, a zealand nem ezt teszi az emberiség, hanem rögtön elkezdik megoldani a problémát. Most ez, ez, ez az alaphelyzet, hogy itt egy késleltetett invázió van, ez egy nagyon egyedi igen. Uh, dolog, és ugye itt a döntéseket is úgy kell meghozni, hogy úgy kell ledarálni a kisgyerekeket a hajón, hogy az nem a holnap utáni inváziót akadályozza meg, hanem egy majd talán 400 év múlva, nem is biztos, ugye nem is mindenki hisz benne, mert azért a bizonyítékok nem olyan egyértelműek, de, az, de azért mégiscsak meg kell hozni, vagy, tehát azért van, aki meghozza ezt az áldozatot, persze nem magát áldozza <tosz> <tosz> fel, hanem a, uh -huh. a, a kisgyerekeket. Ez például egy nagyon nem sablonos, dolog, Ami nekem nagyon tetszett, és hogy meg megadja meg az, az alaphangulatát az egész regénynek, ez a, az a késleltetett invázió, hogy nem, nem engem érint, még csak nem is a gyerekeimet, vagy nem is azokat a leszármazottaimat, akiket én személyesen ismerek, hanem hogy majd valami nagyon sokára érint az emberiséget, úgy általában mm. ez a probléma. Hogy tetszett maga az űrharc? Ja, ott, a, ott a második kötet végén, ezt, 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 ezt szerintem ne hagyjuk ki a beszélgetésből, mert az ott ez egy nagyon csepp. prominens valami volt, igen, a csepp, igen. Laci, nekem, mint csillagás? Nekem közben lemerült a fülhallgató, úgyhogy muszáj lesz a laptopra Jó. átkapcsolnom, nem tudom épp... miért. Direkt töltőre Az Isten itt már. Tehát lehet, hogy innentől kezdve vízhangosabb leszek. Na, nem, egészen jó. Egyáltalán hallatszok most? Jó, jó, jó vagy, aha, aha. Jó, a technika. A, ez a hülyeség lemerült, pedig esküszöm töltőre volt dugó egész délután. A űrharc, hát az, az teljesen jó, az, azok, azok, ilyen... De, 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 nem, 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 nem engedem, hogy, hogy, hogy a, a, két téma közül a másodikat ne hozzam elő. Hajrá, a, hajrá, a, hajrá, hajrá, a, ezt, és ez, ez, ez is egy kérdés valójában, csak ez most inkább szabja, hogy te hozzád. Hogy a, és a, a hogy ezt én jól emlékszem, mert amikor egyszer utána néztem a kínai űrkutatásnak, akkor valahogy egy ilyen, ugye az volt az alapkérdés, hogy miért vannak most a kínaiak kitiltva a nemzetközi űrállomáson, meg az összes amerikai érdekeltségű űr projektből. És akkor valami ilyesmit olvastam valószínűleg wikipedia meg mindenféle Google találatokon keresztül, hogy az volt, hogy Mao Zedong szerette a rakétákat, és az ő, ő ideje alatt fejle, elkezdték rendesen keményen fejleszteni a kínai rakétafejlesztéseket, vagy rakétaépítéseket, magát az egészet. Aztán jött Tang Xiaoping, aki viszont nem szerette a rakétákat, és ő meg azt mondta, ha drág, addigra létrehozott kínai űrkutatási ügynökségnek, hogy drága a hölgyeim és uraim, vagy valószínűleg drága uraim, tessék megélni a piacból, szerezzetek nemzetközi rendeléseket. És akkor a 90-es évekre jutottál oda, hogy a kínai hordozó rakéták megjelentek a piacon, és hogy akkor ők komerciálisan úgymond szerezzenek bevételt. És akkor történt meg az, hogy egyrészt főrobbantak amerikai érdekeltségű hasznos terhek a kínai rakétával együtt, másrészt meg, hogy a kínai, kiderült, hogy a kínaiak állopták azt a technológiát, amit a rakétával elvileg csak fő kellett volna, hogy vigyenek. Akkor, akkor döntött ugye az Egyesült Államok, hogy jó van, akkor Kína soha többet amerikai űrközelében nem kerül. Hogy ez az egyszerű, viszonylag egyszerű képben, benne van két embernek a, a privát szimpátiája, Mao tse szereti a rakétákat, Teng nem szereti a rakétákat, meg aztán ez a technológia transfernek a oldjuk meg okosba a kínai Made in China módszere, hogy ez, ez egy relatíve helyes kép. Abba, annak a kínai űrkutatásnak a gyökereibe, amit most látunk? A második az abszolút, az egy, az egy valid félelem szerintem, tehát a, a, a másolás az, az, szerintem egyrészt globálisan is működött, tehát azért más nemzetek között is láttuk ezt az ellopom a technológiát, tehát ez nem csak egy kínai sajátosság valószínűleg, de, de, de biztos vagyok benne, hogy ezért nem nincs, vagy nem volt legalábbis nemzetközi űrállomást, illetően kooperáció, mert hogy miért engednék oda őket is, miért nyújtanák át szinte aranytárcán a, 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 nyugati technológiát, amivel azért kőkemény pénzek voltak bele, beleinvestálva. Én, én, ezt látom és ez a mai napig, tehát ez visszatérő motivum a mi élő adásainkban is, hogyha valami kínai dolgot közvetítünk, akkor vagy, vagy, vagy akár a magán kisebb rakétáit tesztelgetik, akkor hát Kína lop, és Kína másol, és Kína, és, és és nem, tehát ez, ez már a már eltűnőben van, saját űrállomásuk van, ott vannak a hold túloldalán a kis roverükkel, a kis jutű roverükkel, eh, ami, ami amiben elsőségük van, mennek a holdra, eh, pff, nagyon sok szinten kezdik meg, nem megverni, de pariba lenni mondjuk az, az amerikai űrtozás szintjével. Tehát eh, ez már én, én nagyon remélem, hogy ez enyhülni fog hamarosan. Gergő, ezt meg tudod valamilyen szinten. Én meg az elsőt tudom megerősíteni. tehát azt hogy ma ott személyesen szerette a rakétákat, ezt nem tudom. De a kínai rakétaprogram az alatta e, indult. És egyébként a nagyon kevés kivétel. Egyike, amit nem érintett a kulturális forradalom, az a rakétaprogram volt. Tehát a rakéta fejlesztő tudósokat nem vették meg, meg nem <laughs> csapták őket nagyon öttattal, mint szegény jelenjének az apját, hanem ők egy ilyen külön elzárt világban éltek. És ha jól emlékszem, az a első műholdjukat, éppen 1971-ben vagy 2 ben lőtték fel, tehát pont a kulturális forradalom alatt, És akkor ez egy hatalmas siker volt, mert az ki volt vonva, ott, ott nem voltak ellen forradalmárok. Hát ugye értelemszerűen, hát Mao egy katonai nagyhatalommal akarta tenni Kínát. 1964-re sikerült neki atombombát összekalapálni, akkor ott a szovjetektől szereztek így, úgy, úgy technológiát, és nyilván azért a rakéta programjuk sem teljesen csak saját lábukon áll, de a 70-es évek éppen a kulturális forradalom alatt, tehát egy rakét űr be, tehát műholdal, rakétákkal, atomfegyverekkel rendelkező katonai már vált, nyilván ez Maónak nagy álma volt. Ja, biztos, hogy szerette a rakétákat. Minden, minden, nagy gyerek szereti a rakétákat. És hegyestek kell lennie. <gül> <gül> Amúgy nem érdekelte a, a technológia. Filmben. Tehát a Ping volt az, aki. A Pinget személyesen is érdekelte a technológia. Lehet, hogy a rakétákat pont nem szerette, bár ott szerintem egyszerűen csak forráshiányról volt szó, hogy muszáj mm. volt kitenni a rakétagyártó cégeket a piacra, hogy figyelj, szerezzetek egy kis pénz magatok, mert egyszerűen nincsen pénz az államnak, tehát minden a filmgyártástól kezdve az oktatáson keresztül minden így piaci alapokra helyeztek félig meddig, ami addig teljesen állami feladat volt, gondolom ez volt a fontos. thanksgiving kifejezetten érdekelték az ilyen kütyük, tehát például elvitték 79-ben Amerikába Boeing gyárba, és ott beültették a szimulátorba, és csúszott az egész program, mert nem akart kiszállni, annyira élvezhető, hogy nyomogatta a gombokat, meg örült, egy csomó találkozót le kellett mondani. Ilyen sztorik vannak. Most ma semmiféle ilyen sztori nincs, tehát ő, ő ilyen old school, régi vágású, ilyen ö, államférfi volt, aki történelemkönyveket olvasott, meg szépirodalmat olvasott, meg verseket írt, és teljesen érzéketlen volt, mondjuk a közgazdaságtani, összefüggések iránt bele is halt olyan, nem tudom, 30-40-50 vagy 80 millió ember az gazdasági, politikai hibáival. Teljesen érzéketlen volt a e, mindenféle tudományos ügy iránt. Ő tulajdonképpen egy bölcsész volt ma úgy magunk között szólva. Uh -huh. Az a, az a uh -huh. legveszélyesebb a bölcsész hatalommal. Uh -huh. Kaptunk, volt, nagyon a jó. Bölcsész Kaptunk nagyon jó uh, kérdéseket, és ebből én egy árat beolvasnék, ez szerintem lehet, hogy főleg Lacinak szól, de, 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 de kíváncsi vagyok egyértelműen mind, mind a, kettőtök véleménye. Tehát, hogy, a, hogy, hogy írt a kérdés feltevő, hogy inkább fun fact, a kínai SETI programhoz kapcsolódik, az Arecibo rádióteleszkóp összeomlás után jelenleg a legnagyobb SETI rádióteleszkóp a kínai FAST, az 500 méteres földi egység, tehát megvalósult a regény szerinti kiinduló helyzet, egy gyengébb földön kívüli jelet jelenleg csak Kína tudna fogni. További érdekesség, hogy Liu Cixin a tanácsadójuk. Ez lehetség, és abszolút alátámasztom, szóval, hogy a Fast most jelenleg a legnagyobb rádió, rádió Itt az intézetben Frey Sándor és népi zenekara pont arra szoktak műszeridőket elnyerni. Ők a nagyvörös eltudás univerzumba vizsgálódnak nagy galaxis magokban levő óriás fekete lyukakat, hogy most akkor azok így nyelik, vagy úgy nyelik, vagy ketten vannak, vagy egyedül, és pont ez, az egyik működésének az egyik alapja, hogy a Kínának van ez a vacska. Én alapvetően a kínai csillagászatnak a Észrezetesen fontos fejlődését látom most már sok éve, és pont valamikor, most a, nem tudom, valami annyi előadást tartottam most, bocsánat, valami publikus, valami nem publikus, tehát van róla videó, vagy nincs róla videó, de a Föld 2.0 az egy kínai űrteleszkóp program, aminek a megvalósítása ennek az évtizednek a második felében lesz várható, Earth 2.0 és az azért Earth 2.0, mert hogy az eredeti Kepler űrtávcső látómezőt is fogja mérni, és akkor a négy év volt a Keplerre, az amerikai NASA Keplerre, és aztán majd mondjuk még négy évet mér a ET kínai űrteleszkóp ugyanazokra csak, és akkor lesz nyolc évnyi mérés, és abban már az igazi Föld 2.0 bolygókat, amik egy év alatt jár el körbe napméretű csillagokat és földméretű bolygók, szóval azokat meg fogják tudni találni. Tehát Például szerintem nem kicsi az esélye annak, hogy a, a igazi Földi Kertestvér bolygót azt egy kínai űrtávcsővel fogjuk megtalálni. Uh -huh. És azért ez nem semmi, uh -huh. maradjunk ennyiben. Uh -huh. Uh -huh. Gergő esetleg valami? Gondolod, nem értek ez? az űrtávcsöveket. Ugye a <laughs> Liu tehát a szerzőről azt tudni kell, hogy ő mérnök. Ő mérnök, mondja, igen. technikus végzettségű, és ő egy atomer, nem nem atomerőmű, valami erőművel volt ilyen technikus, és uh -huh. ott kezdett el így a nem tudom, technikusi munkája mellett irogatni. Tehát itt egy természettudományosan képzett emberről van szó. Hát azt nem tudom, hogy annyira képzette, hogy megfogadható tanácsokat tud-e adni. De az, ah, azt, azt tegyük hozzá, hogy azért a fast, az az 500 méteres vacak, az nem szeti rádiótávcső. Tehát csinálnak vele adott esetben ilyen típusú kutatásokat is, de azért lehet látni a szakcikkekből, hogy azért az egy becsületes rádiócsillagászati hmm. műszer, amivel mindenféle rádiósugárzó égitesteket vizsgálnak. Azt nem tudom képzelni, hogy az időnek egy részében meg közeli csillagoknak a bolygós, közeli bolygós csillagokat időnként meghallgatnak, de ez annyira, hmm. hogy mondjam, 60 év után azt kell, hogy mondja az ember, hogy annyira valahol naív gondolat, hogy tényleg pont mély rádióhullámokkal kommunikálnak, akkor már most a psziché űrszondával és mi lézerekkel próbálunk kommunikálni, és lézerekkel sokkal nagyobb sávszélességgel lehet adatokat továbbítani. Tehát ez a akkor rádióval hallgassuk őket. Hát persze lehet, hogy a kereskedelmi tévéket az idegen lényeknek is meg tudjuk hallgatni, és akkor adott esetre meg tudjuk hallgatni, hogy 50 fényévre, 50 évvel ezelőtt a, a helyi Holt mi ment a skeptics, tévében. Mondja igen. azt, hogy, mondja azt, hogy nem, is, nem is nincsenek is más csillagok körű bolygók például, és akkor jót röhöghetünk, hogy ki tudjuk oldani. Figyelj, még a kínai kapcsolat című film feldolgozásában esetleg az Arecibo helyett lehet, hogy a FAST teleszkópot. A FAST, igen, ha lesz, ha lesz a, várhatjuk. a, igen, a a kontaktja, föl lesz egy kínai, badog, akkor a fast, ott a FAST nem meg lehet. Az már Le lehet forgatni. Köszönjük Veres Lászlónak a kérdést egyébként, és Pádá Zsófia azt kérdezi tőletek, ha üzenhetne a földön kívülieknek, üzenhetnétek a földön kívülieknek, küldenétek-e valamilyen üzenetet, és ha igen, mit? Ez lehet egy kicsit váratlan kérdés, de hát ha van jó gondolat ezzel kapcsolatban. Hát most a háromtest problémáról beszélünk, a, a háromtes probléma regény trilógia vil univerzumára ráhangolódva beszélünk, úgyhogy nem, én nem küldenék üzenetet. Uh -huh. Uh -huh. Uh, én is, hogy tehát a, a... Ugye ezt azért nem a szint sinthalált igány. Jó tudom, a Stephen Hawking is feszegette így. Ő is a... feszegette Egyébként egy egy Stephen Hawking a... Stephen Hawking az élete végén az utolsó 5 évében beszélt erről többet. Tehát 2010 környékét emlegette ez sokat, hogy lapítani kéne inkább, hogy ne tudják rólunk, hogy itt vannak. Ugye a 70-es években voltak azok a különböző ilyen nagy fölbuzdulások, ugye, amikor a Voyager szondákra rá, rá, rárakták a a aranylemezkére, rávésett mesztelen nőt, meg mesztelen férfit, meg rádió meg nem tudom ami már el is jutott 47 év alatt egy fény napra, fantasztikus távolság. Szóval nem azt fog nekünk, de amikor volt ugye az a kísérlet, hogy a Herkules gömbhalmaz felé egy nagy rádió jelet küldtek a Arecibóval, az, az egy, az egy val akkor volt egy ilyen aktivitás. Aztán ez úgy el, elcsöndesedett, és igen, Stephen Hawking ugye ő 16-ban, 17-ben halt meg. A halál előtti utolsó pár évben nyilatkozta sokszor, hogy hogy hát nem is biztos, hogy nekünk kéne tudatni a létezésünket odakint, mert nem biztos, hogy barátságosak azok a lények. Az viszont már de nyilván nem a lewis sin találtak, de nagyon sokan gondolkoztak ezeken a kérdéseken. De ilyen mélységben, ilyen jól körbejárva és megalapozva ugye a sötét erdő hipotézist, vagy annál, ennek vagy ugye a felhő paradoxonak az egyik megoldása, hogy miért nem látjuk az idegeneket, azért mert mindenki lapít a sötét erdőbe. Ezt én nem tudom, még, még, még csak hasonló mértékben sem más által leírva ez egy nagyon zord, és nagyon, ezt az előző részben bőven kifejtettük, hogy ez igen. egy nagyon-nagyon mély gondolat, és bevallom őszintén, hogy nekem is nagyon beragadt, és szerintem mindenki, aki ezt elolvassa, ez talán a leg a, leg, a legerőteljesebb. Leg, leg De ha már erről beszélünk, jött egy másik kérdés, Janka a Teut rendszerből kérdezi, hogy mi az a mozzanat ami a legjobban megfogott benneteket, megihletett a könyvben, és emiatt nem tudtátok letenni. Lehet, hogy ezt most pont így, pont a, ezt az eret tap, tapogatjuk, tapperoljuk, de mi volt az, a, az amikor azt mondtátok, hogy <gül> micsoda? <gül> Mert azért ja, volt egy ja, pár ilyen... Nekem a, a, mindenképpen a, a, a sötét erdő elmélet, ami egyébként, tehát lényegében a nemzetközi kapcsolatok neorealista iskolájának egy űrre kiterjesztett változata, tehát ez is ez egy emberi gondolkodás, tükröz ez az elmélet is. Nekem ott volt, ahol valami így átfordult. Tehát addig is izgalmas volt a sztori. Ez a feszültség, hogy ez az a késletet, ez inváziós uh -huh. feszültség, ez nyilván korábban is megvolt, de, de, de amikor az, a, a, így feltárult előtte ennek, tehát amikor úgy nőtt a tét, tehát amikor már, már <gül> <gül> egyre nagyobb a tét a könyvben, tehát elindulnak ugye az emberiség, aztán vége már, a naprendszer, aztán a vége már ugye az egész univerzum megsemmisüléséről volt szó, ez, ez, ez engem ez ütött meg, meg azért volt néhány ilyen fordulat, tehát amikor, ami nagyon tetszett fordulat, amikor ugye a, a... kicsoda, a lótyi, ugye Bezsarolt a triszolári sziakat a, a űrbe kihelyezett Igen. eszközökkel, hogy a Igen. koordinátáinkat közösen a nyilvánosságra fedik. hozza. Az egy olyan fordulat volt, amire így nagyon nem számítottam. Igen, és az pont ott a második kötetnek a legvége már, az utolsó öt oldal gyakorlatilag. Az egy olyan jól, akkora crescendo az az egész utolsó, mit száz oldal, utolsó ötven oldalabb, és akkor a legvégén egy ilyen hatalmas ténylegesen átérzi az ember a katarzist, hogy na, a fene meg. Én nekem a... a, a... egyszer beszippantott. Tehát a, történet vezetés, a történet a fonal, a, 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 azzal, hogy vannak ezek a flashbackek, vannak a jelen, jöv, jelen, meg a múlt, vissza, vissza, tehát egyszerűen egy dinamikus, lendületes történet, so sodrása van a történetnek, egyszerűen az ember kíváncsi rá, hogy mi történik a következő fejezetbe. Tehát én, én nekem ez, ez volt az, ami ami egyértelműen uh, hát megfogott, és, és, és ahogy a, a játéknak a világa az első kötetbe, a, a különböző civilizációk, hogy, és akkor a, mit tudom én, a Kopernikus, a Newton, meg a Galileo, meg Galilei, meg a mindent, minden, tehát az egész egy annyira nem sablonos, ezt már Gergő használta ezt a kifejezést, és hat használjam én is, hogy annyira nem lehet kiszámítani, hogy mit tört. Mert nyilván valamikor el, elolvassa a könyvbe, a birodalom visszavágott. Én gyerekkoromban ezt a bűnt elkövettem elég sokszor. Láttam legalább 16 ot tehát a csillagok háborújának a úgynevezett ötödik részéről beszélünk. Azt annak idején kiadták könyvbe, és a horgosi könyvtárban megvolt. Én körülbelül három havonta egyszer kivettem, és akkor elolvastam de hát az egy kalandregény, egy kalandfilm kalandregényesített leírata, minden szereplőnek a sorsa kezdettő fogva sejthető. Itt meg is folyamatosan meglepetés, meglepetés, meglepetés. Tehát ez, ezért egyszerűen a, föntartja a kíváncsiságát az embernek. Hiába három viszonylag testes kötet. De egyszerűen föntartja az embernek a kíváncsiságát a, a, az egész. is, is. És olyan nem sablonos megoldások vannak, amelyek, amelyeknél a fele hegyen meg ez, de jó. Uh -huh. Szóval, vannak olyan, mit tudom én, ilyen, én nagy kedvelő vagyok az amerikai legtűrője, a krimiknek, meg az ilyen, mit tudom én, miknek a bírósági történeteknek, meg a most nem tudjuk teszem be egyiknek se szerződések, ez csak azért van, mert e-bookba olvasom őket, és amikor az ember e-bookot olvas, akkor nem tanulja meg a, sem a könyvcímet, sem az írónak a nevét, mert nem látod, nem veszed kézbe a könyvet, ezért nem látod a címlapját. És ezért nem tanulod meg a könyvnek a címét se igazából. Na minden, amikor az ember kinyitja a, zama, a, a, a akkor látja a szóval, hogy, hogy, valamikor annyira feszül, inkább leteszem. Itt ilyen, ezt itt nem nagyon éreztem, bár volt pont, aki azt mondta, hogy amikor rájött el, akkor inkább letettem mert annyira depisulták ki az a fordulat. Itt én ezt, én inkább tényleg ez a klasszikus lappörgető, hogy na mi történik, mi történik, mi történik. Igen, messzik szippantod. Én így éltem meg. Beszúrnám az én véleményem is. Abszolút, nekem, nekem, a, nekem a nagyon negatív volumenű dolgok ragadtak meg nagyon, és, és... Nagyon sok világvége, káosz típusú szifit lehet akár könyvet, én nem vagyok nagy olvasó, de ha csak mondjuk megfilmesített verzióban nézem, akkor azért nagyon sok ilyen témájú van, tegyük azért hozzá. Viszont az, amikor, amikor nagyon eh, színesen lefesti eh, a feltételezett emberiség végóráit Ausztráliában, hogy mennyire ledarálódik az emberiség, és egyszerűen ez a kitettség, mert azért valljuk be őszintén, egy olyan világban élünk, ahol mi domináljuk ezt a világot, amit ismerünk. Mi vagyunk a, a, a tetején, is, mi döntünk fajok létezéséről, és egyszerűen, amikor olyan szituációban találja magát az emberiség, hogy a szofon ott áll, és akkor azt mondja, hogy mikor a tömeg mondja, hogy itt nincs elég éte, és azt mondja, hogy miről beszéltek, hát itt vagytok, hát és akkor Nézzük tényleg, el. és akkor úgy, úgy, úgy az a, az a nagyon sötét morbiditása, hogy na majd akkor ti majd jó, megeszitek egymást, és aki túléli, azt meg majd elvisszük, mint egy állatkertbe kiállítjuk, hogy volt ilyen is, vagy ember. És akkor úgy olvasod, hogy így, és akkor már nagyon sok nagyon morbid, brutál dolgon vagyunk túl ebben a történetben, és már nagyon sokszor leesett az embernek az álla, és akkor egyszer csak így megfejeli ezt az egészet azzal, hogy még mélyebbre el tudja vinni a történetet. És akkor úgy, akkor úgy, úgy voltam, hogy wow, <laughs> ez, 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 nagyon durva, tényleg. Mit szóltak egyébként a sorozatnak a Wade karakteréhez? A film Netflix Kérkő? Wade karakterhez. Ugye ez a minden tudó szinte bármikor bármit elérni képes. Én a regényben nem így képzeltem el, megmondom őszintén. De gyakorlatilag ő, A, ő de... tudom, a, a, a sorozatban én sokáig nem jöttem rá, hogy ez az. Mert hogy Igen. ideig ilyen főrendőr volt, aztán hirtelen átment ilyen, nem tudom, omnipotens, nem tudom, mindent elintéző tókává ha valahogy olyan, nagyon, nagyon kimér a karakter lett, hogy, igen, tehát bele, bele, ötvöztek több, több szereplőt is egy, egy alakba, hogy akkor most ő lesz a, fő, 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 fő ellenálló. Tehát egy ember, aki az egész emberiség erőfeszítéseit irányítja a, a, ellen. Nem mondjuk, ez a Santi név, ez mit, mit jelent ez? Honnan jött a sorozatba ez a név? Ez a könyvben az nincs. Hát, három test. Ez szó szerint azt jelenti, hogy három test. Ez kínai úr? Ha jól igen. tudom, ez, az, ez, ez, a megfelelő. Tehát nem a trisolaris. És azt hiszem, hogy, a, a... tehát a, igen, hogy a, ö, amit angolba, meg magyarba triszolárisnak hívunk, az, az kínai eredetiben szánti uh -huh. Oké, okay. uh -huh. ja. Igen, igen. Akkor, Ma is tanultam. Akkor valami. még hadd kérdezzék egy olyat, hogy mit, mit, mit gondolt, vagy elgondolkodtatok-e például ezen a több dimenzionális léten, és ez a 10 10 10, Hány dimenzió? 11, 11, Te vagy 3, 11. Tehát, hogy, 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 hogy eleve az, hogy ugye ezt nagyon vivid módon, nagyon látványosan mutatja be a Netflix sorozat, az a az a, az a szofona, hogy először kiterül, aztán utána megint Lá, vissza. Volt, igen. És hogy és, és, és pont ma hallgattam egy, egy egy nagyon jó elemzést, van egy, egy, egy fasz, aki több órán keresztül, több programon keresztül van, de van több órás beszélgetése, elmélkedésre erről. És egy eleve már az, hogy, a, hogy, hogy nagyon nehezen változadjunk a kétdimenziósról a háromba, amikor minden kétdimenziós létbe zuhan, és akkor tehát lefelé megy, hogy elképzeljük. Valamennyire. Felfelé már annyira nem. Tehát már azt se tudjuk elképzelni, hogy milyen a négydimenziós lét, és még van fölötte egy jó pár. Tehát, hogy ez egy ilyen totálisan új világot nyit meg az olvasó előtt. Gergő milyen. először esetleg? Bocs, Laci. Nem. nem véletlenül lettem bölcsész, és nem, nem tudom, csillagász vagy elméleti fizikus. Én, én sose tud, tehát az agyam erre nem alkalmas, hogy általában azt hiszem, hogy az ember ére Én egyik sem vagyok, hát, ha megnyújtad. Vagy Eh, dimenziót képzeljen, de az én anyám az különösen nem akarok. Én nekem első elsős, fizikus hallgatóként volt egy olyan tantárgyam, aminek az volt a tankönyv címe, hogy bevezetés a véges dimenziós vektorterek elméletébe, ami valójában algebrát jelentett, Ezt csak így szexiben hangzik, hogy véges dimenziós vektorterek, és akkor a dimenziós szám az tetszőleges, csak ne legyen végtelen. Azért végtelen dimenzió az már egy komplikált dolog. <laughs> Tehát a matematikusok ezt nagyon jól tudják kezelni, mert őket nem izgatja, hogy hogy képzeljük el. Én azért szenvedtem azzal a tárgyal, mert én megpróbáltam elképzelni az ilyen ferdé, szimmetrikus, meg testek. Na mindegy, tegnap este a Takács Gábor, a BME elméleti fizikus volt nekem az élőcsillagászat műsoromban vendég, és pont rákérdeztem erre a 11 dimenziós sztorira, Ugye a húr elmélet az, ami erről szól, hogy a, a, hogy a valójában a terünk, ami a kantum gravitációnak egy elméleti lehetősége, nincs kidolgozva minden részletébe, de ténylegesen arról szól, hogy a világunk, vagy maga a terünk, az, az nem, nem 3 plusz idődimenzió, T plusz egy idődimenzió, hanem valójában a 11 dimenzió is elfér, Csak ezek számunkra nem látható módon így egy ilyen mikroszkópikus, nagyon-nagyon mikroszkópikus méretbe fő vannak csavarodva. És ugye ez van a, a háromtest problémában is, hogy egy nagyon pici méretekre, és amikor unfoldóra ki, kibontják, akkor tehát dimenzió csökkentik, a magasabb dimenziós részeket, akkor azok megjelennek ilyen a háromdimenziós térben nagyobb kiterjedtségű valamiként. Szóval ez, ez, ez igazából, hogy mondjam, nyilván nincs kidolgozott fizikai elmélet, ami ezt, ezt leírja, de vannak olyan elméletek, amik hasonlítanak erre, és tulajdonképpen én ebben is látom, de ezt az első részben is elmondtam, itt nem akarom nagyon sokat ismételni magamat az első részben, ebben látom a regénynek a nagyszerűségét, hogy tulajdonképpen még fizikusként is azt mondja az ember, hogy hát, hogy kicsit elengedem itt ott a széleken a homályos voltokat, tök hihető. Tehát akár így is történhetne. A, a, dolog. Nekem ez, 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 ami nagyon tetszik az egészben, hogy hogy, 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 mit tudom. És egy fizikus kolléga egyik műsoromban mondta, hogy hát ő olvasta neki, nem nagyon tetszett, mert túlzottan kínai nacionalista, Hát most ezzel mit csinálják, Ez egy kínai szerző, nyilván Kínát fogja. De hát ahogy látjuk, hogy az elmúlt 400 év után, hogy adott esetben a világ átrendeződése, akár még azt is eredményezheti, hogy tényleg egy Kína dominált mondjuk űrkutatás lesz például, 50 év múlva. most mit tudom én, most nem akarok lenni te világpolitikai találgatásokba belemenni, de mondjuk egy, jön, még, jön egy Trump 2.0, és aztán utána Amerika belesüpped egy önmagával viaskodó, kvázi bomló birodalomnak az állapotába, akkor a, a, világba át fogják venni a helyét a többiek, és aztán adott az esetben lehet, hogy Kína lesz a legerősebb, leghatározottabb. És igen, lehet, hogy mit tudom én, kínai ember lesz valójában elsőként újra a Holdon, de vagy a mondjuk a Marson. Ezt én egyáltalán nem tartom kizártnak. Gergő, Na, mindegyszer. Nem tudom már mi volt a kérdés, de ez így kijött belőlem. Uh -huh. Gergő? Nem tudom Ha már dimenziók, akkor azért emlékezzünk meg a világvége jelenetről, vagy pontosabban a naprendszer vége jelenetről, amikor ugye kilapulunk, az azért em em nem találkoztam még se irodalomban, se filmekkel egy ennyire fantasztikusan megírt, uh, ilyen Armageddon jelenettel. Remélem az, az, az egy benne lesz a, a, a filmben, a Netflixben, mert, mert azt, azt tényleg szeretném látni. A naprendszer kilapulásra a... gondolsz? A két Igen, nagyon dimenzió sem... a naprendszer. Igen. 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 Hát amikor kipuszol az emberiség lényegében. Akkor imádom imádom volt akkor. azt a részt, amikor ugye az egyedüli hajó, ami el tud ettől az egész őrülettől menekülni, és akkor észreveszik a másik hajó parancsnak, és azt mondják, hogy kormányozza elé a hajót, hogy még véletlenül se tudjon az az egy se elmenekülni. <laughs> Ez annyira emberi. <laughs> Hihetetlen. Hihetetlen. Um, Szerintem nem tudom, hogy meddig menjünk. Nekem van egy olyan kérdés, még ez egy félig vicces ismét csak Janka a Egy Olyan kérdés felír Gergő. Ha kiderül, hogy a rádió végén nem egy idegen civilizáció, hanem Salát Gergely van az Orient Express műsorával, milyen zenét adna le rádiójelként? Nem húztad meg. Az Orient express mindig ázsiai zenéket adunk. És én hagyományosan nagy rocker vagyok, viszont az elmúlt egy-két évben, hogy a gyerekeim belenőttek a kapaszkorba, ők teljesen rászoktattak a hip-hop szenére, úgyhogy Hoppá. biztos valami jó kis kínai old-school hip-hopot nyomni. Létezik? A... Kínai old-school hip persze, persze, persze. Bár mondjuk miért ne létezhetne, persze. Minden létezik, tehát Kínában minden létezik. Aha. aha. Humor ez humor, humor nem nagyon létezik. <laughs> Tényleg humor, annyira? De... Hát, mondjuk olyan humor, ami számunkra is humoros. De az, az... Tényleg, ez érdekes kérdés. A vicc, mint műfaj, az Van. létezik? Van. Igen, igen, igen. És a... a, 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 a mi ez a igen, másik? Amikor... Stand-up. <laughs> Nem az a másik, amikor kifigurázunk valakiket, hogy eljátszunk. Paródia. Jövő... paródia. Paródia, paródia. Az, az is létezik. Azt nem tudom, hogy ez mennyire e, nyugati import, de vicc az az már bőven a császárkorban is. Maradtak fel ilyen viccgyűjtemények, még, még, még magyarul is jelent meg császárkori kínai viccgyűjtemény, az vele a probléma, hogy egyáltalán nem viccesek a vicce. <laughs> azért, azért elég vicces maga a, a kérdésfeltevés is, nem? Ha belegondolunk, hogy tehát, hogy miért ne lenne vicc, vagy olyan olyan természetesnek tűnik ez, lehet csak nekünk, de szinte minden kultúrában úgy gondoljuk, hogy van humor is, és hát nem is pont ugyanabban a formában, mint nálunk, de kicsit fura hallani a, a választ, hogy mégse ugyanazok a símek működnek. Én kihasználnám, hogy itt van egy sinológus, ez a jó szó hogy sinológus, a kína, kínai, kínai, kínai lógusra? Ah, hogy itt van velünk a vonalban, két kérdés azért, föl, vagy nem is tudom, két dolgot azért, ha fölvedek, önnek semmi köze ez a... de, de, mindegy, hát önző vagyok. A Taiwan. Szerinted meleg fogják rohanni, vagy nem fogják lerohanni? Ha neked Szerintem... -e. Hát az időtáv, tehát a következő években nem. Tehát ilyen belátható időn belül nem aztán, hogy hosszú távon mi van, azt az, az nem tudom. Egyik kollégám... azt sem fogják. Mondjad. Nem főtétlen, ennek nem feltétlenül kell egy ilyen leruhanásnak lenni. Tehát a kínaiak, amennyire ezt lehet tudni, nem ilyen invázióban gondolkodnak, hanem blokád, embargó, elzárás a külvilágtól, stb. Tehát plusz aknamunka, Nyilván van rengeteg ügynökük Tajvanon, tehát nem feltétlenül kell ahhoz egy ilyen totális háborúnak lenni, hogy ez uh -huh. valamiféle ilyen megoldás legyen. El Előbb-utóbb valamilyen megoldása lesz a kérdésnek, de én azt gondolom, hogy most egy ilyen háborús megoldás az nem szerepel a napi renden. Hongkongot benyelték, igaz? Ugye 2000, ben amikor hát az... a brit zászlót levonták, akkor utána az gyakorlatilag már a, 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 a egy állam, két rendszer, az már nem működik Hongkongban, igaz? Vagy még működik valamennyire? Hát... Val valamennyire működik. Tehát ott, ott, Hongkong, az, hogy Hongkong kínai népköztársaság része, ezt senki nem kérdőjelezi meg. Kérdőjelezi uh -huh. meg, ez egy nemzetközi jogilag oda tart, mindenki elismeri, tehát ezt így néhány uh -huh. szerencsétlen hongkongin egyetemistán kívül senki nem kérdőjelezi meg. Most ezeket most szépen lecsukták, úgyhogy nem nagyon hangoztatják. Hát euh, itt, itt azért a, tehát Hongkongban sose volt demokrácia. Tehát most, ugye 150 évig, amíg brit gyarmat volt, addig a londoni kormány nevezte ki a kormányzót, most meg a pekingi kormány nevezik ki a kormányzót, de a pekingiek a, egyébként a britekkel ellentétben még egy ilyen demokratikus bóckodást vittek bele, hogy valami választótestületet választhat ha nem tudom, kettő darab pekingpárti jelölt közül. Tehát ebből a szempontból még demokratikusabb is a jelenlegi rendszer, mint a, a britek uh, alatt volt. Uh, nyilván azért mindenféle szabadságjogokból veszegetnek vissza, Ő zajlik egy ilyen külkemény nemzetegyesítés, nemzetépítés. Én azt Kínában, hallottam, amik, hogy mindenből telepítenek be egyre több embert, és így próbálják. Ebbe telepíteni maguktól települnek Jönnek. be, hát egy jó hely Hongkong. De hogy mit tenni, azért továbbra is angol jogrendszer van élve, mert továbbra is a baloldalon mennek a kocsik, és jogkormányosak. Uh, Továbbra is, nem tudom, a hongkongi tő több saját valutája van, más útlevele van a hongkongiaknak, tehát nincsen olyan módon bedarált. Tehát Hongkong az nem egy, nem tudom, kis dél-kínai város, ott a, nem tudom, a száz dél-kínai város közül, hanem annak azért vannak jelentős sajátosságai. A nyilván a sajtószabadság gyülekezési jog, ilyet, mi az, azok most már előteljesen korlátozva vannak. Korábban nem voltak. Demokrácia az meg sose volt. Nekem Sydneyből volt kollégám, ment Hongkongba ilyen űrprofesszor rá, és mindig láttam a Facebookon a bejegyzését, hogy amik voltak a hongkongi tüntetések, akkor milatkozott erről arról, amarú, úgy kisműholdas kis űrcsillagászatot a Hongkong Egyetemnek a valamilyen egy csinál. Mi világot érintették ezek a tüntetések, tehát nyilván a, a, mi világunkban ugye egy picit ezek túl is voltak értékelve, mert mm -hmm. mi, mi, ugye egyetem is kollégákkal vagyunk mm -hmm. kapcsolatban, őket látjuk a Facebookon. Ba ba Na mindegy. Szóval csak a Taiwan nem egy azért ameddig a világ chip gyártásának, nem ittem, nagyon nagy százalék a Taiwanból jön, addig Taiwannak azért megvannak a saját stratégiai ellensúlyai. Te te őket se igen. Uh -huh. Pár, Na, néz, pár nézői kérdés a chatből. Kis Dávid kérdezi, hogy Terence Tao foglalkozik űrkutatással? Tudsz-e róla? Mi? Mit tudom én? Gergő. Gondolom, én ez a érzi érzi meg érzi, meg basz, basz. Jó, mindegy. Én feltettem a kérdést. A másik hozzá kapcsolódó szerintem a kulturális forradalomra tudnál ajánlani könyvet? tehát Hát az én alapmű, ami ugye abszolút világsiker volt, vadhatjuk. Ennek magyarul van szerintem 6 vagy 7 kiadása, antikváriumokban könnyen beszerezhető, tehát az a címe, hogy vadhatjuk. Uh -huh. Egy bizonyos Jung Chang nevű Angliában élő írónő írta. Ez, ez, egy valós történet, tehát ez nem fikció, ez a saját családjának a történet. Az végig a 20. században Kína három lánya, ez az a, a címe, és három tehát három generáció, családjának, három női tagjának, vagy három generációjának a női tagját de főleg a kulturális forradalomról szól. Uh -huh. ha, ha, ha ez, túl vastag, akkor esetleg a Balzak és a kis kínai varró lány című regényt uh -huh. tudom ajánlani, ez egy kis vékonyka Franciaországban élő kínai írónak, a, mert nem az író vékonyka, azt nem tudom, a regény az vékonyka. A, a, a regény egyen egy ilyen viszonylag egy-két, nem tudom, óra alatt elolvasható, de a, a feelinget, jól megragadó könyve, de alapvetően azért a vathatjukat ajánlom. Uh -huh. És még egy utolsó kérdés neked, miről repelnek a kínai old school reperek? Ez jó kérdés, mert sokáig <laughs> drogokról, prostituáltakról, fegyverekről, maffiákról, egyebekről, amikor underground-ban voltak. Tehát amikor sen mit tenni száz ember, vagy nem tudom, száz ember hallgatott Kínába repet, tehát abszolút egy underground faj volt. De aztán 2017 körül, plusz-minusz egy-két év. Volt egy TV műsor, vagy pontosabban egy ilyen streaming platformon egy műsor, talán pont a Tencent nem vagy biztos. A The Rap of China, ez ott az angol címe. Egy ilyen tehetségkutató műsor volt, de kifejezetten rappereknek, és akkor ezek az underground rapperek indultak, és valami miatt is nagy sikere lett, tehát ilyen több milliárdos megtekintése lett ennek a tehetségkutatónak, és akkor a rendszer is fölfigyelt rájuk, és akkor előkerültek egy régi felvételek, hogy úgyis, hát ezek ilyen társadalmunkhoz nem illő dolgokról reppelnek, mint uh, drog, meg uh, prostik, meg egyebek. Úgyhogy uh -huh. valahogy ezek a repperek vagy teljesen eltűntek, vagy pedig így a, a megjelentek a saját ilyen kis szociális média platformukon, és bocsánatot kértek a rajongóiktól az eddigi megtévejedéseikért, és azóta Arról reppelnek, hogy milyen szép Kína, meg milyen csípős a szecsuáni piros paprika, és uh, milyen gonoszak az amerikaiak, meg egyebek. Tehát, tehát mostanában éppen uh, inkább ez a hazafias rep uh, műfaj uh, megy, vagy pedig a teljesen apolitikus uh -huh. uh, és, uh -huh. és ilyen morálisan vagy nem, és csúnya szavakat nem tartalmazó. Uh, brep, de nyilván ez is egy korszak, ami el fog múlni. Kínaiak káromkodnak? Uh, igen, de sokkal nagyobb munkóságnak számít ott, mint nálunk. Tehát nálunk azért az egy teljesen bevett dolog, hogy egyetemi professzorok is, hogyha éppen nem a nyilvános előadást tartanak, vagy politikusok, vagy vezetők, azok mondanak csúnya Kocsváin. szavakat. Kínában az elképzelhetetlen, tehát Kínában egy csúnya, egy káromkodás, az azt jelenti, hogy ez illető műveletlen. Uh -huh. Igen. vidéki paraszt, bunkót. Tehát én nem tudom, hogy kinek a focisztám, és nem tudom, eleresztettem időnként. Azt hittem, hogy jó felség, hogy nem tudom, azt mondok valami csúnyát, hogyha nem tudom, mellé elé rúgtam a labdát, és szóltak, hogy ezt ne csináljam, mert ez itt nem szokás. Ez csak az old cool rappereknél valószínű divat. Hát inkább a Neo. 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 <gül> Neo. <gül> Na, <minden. gül> Még jött egy olyan kérdés Sancho, Murzáktól, szia egyébként, hogy a, a, a könyvel kapcsolatban, vagy a sztorival kapcsolatban, hogy a földre küldött szofonokkal miért nem fagyasztják le a bolygót a szíjak, egyszerűbben végezhettek volna a bolygó lakaival, miért jobb ez a stratégia szerintem hiba a sztoriban. Ezt beolvastam, de alapvetően nem tudom, hogy érdemes megkérdőjelezni, hogy mi miért történt a könyvben. Ez így szép, ahogy van. Technikailag hogy tudják? Összesen kettőről, abszofóról van szó. Le tudnák fagyasztani a bolygót? Hát ugye, hogyha az egész bolygót körbevesz egy ilyen nagy felülette, és leárnyoljuk a napot, onnantól kezdve csá. Uh -huh. De végül is az nem feltétlenül a célja a hogy az életet hát, kiírták a bolygó. neki kell a bolygó, tehát egy élő bolygó. Hogy még az emberiség kiirtása is ugye időközben fogalmazódik meg bennük, tehát az elején, Igen. amíg rá nem jönnek, hogy hazudunk, addig még valami, mintha valami együttélésbe gondolkodnának. Igen. Igen. Igen, érdekes. Az is egy milyen jó bolygó, mert az is egy milyen jó vonal, hogy ők nem tudnak hazudni és hogy ez a attól, attó meg tőlünk, hogy rájönnek, hogy mi hazudunk, hogy a mese, a farkas és a, 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 piros, piroska és a farkas történet. El... Az például, az az, 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 a párbeszéd a Netflix filmben, az nekem nagyon tetszett. Igen. Amikor a, a, az, a Mike Evans a, beszél a rádión keresztül a Trisolarisi, mit tudom én, armada parancsnokkal, vagy, vagy bárkivel hogy, hogy, hogy be, a piroska és a farkast, és akkor hogy ezt nem értjük. Ezt nagyon jó, hogy beemelted itt a végére, mert, mert ez, ez szerintem ez az egyik legkomolyabb üzenete a könyvnek, hogy egyéneknek mekkora szerepük van a, a történelem alakulásában, vagy a events küldi el az üzenetet, hogy az events csak azért, mert ő egy teljesen ártatlan dolgot elmond a, a szántíknak, innentől kezdve kész, Megvegyek a kapcsolatot. Vagy a, a kartartók lói, e, meg utána ugye a másik kartartó, aki miatt meg befordul az egész. Tehát, hogy tényleg, hogy hogy nem nem országok, meg nem kormányok döntenek bizonyos dolgok menetéről, hanem egyéneken múlik az, hogy élünk-e vagy halunk, mutatnánk így, nem? Ja. Hát mm. sok, sok dolog van ebben. Mm -hmm. Jó, én szerintem hívjuk akkor egy napnak, ahogy az angol mondaná. Szerintem ez egy nagyon mély és sokrétű beszélgetés volt, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ti is, és kedves nézők is, örülök, hogy még mindig itt vagytok ennyien, 337-en nézitek így fél 11-kor ezt az adást. Ez ilyen meccs megy párhuzamosan? A, nem is a Liverpool. Na, nem tudom, hogy becserélték a szoboszlait, mert nem de, hogy kezdőben nem volt benne. Most mindjárt oda kapcsolok, lehet, hogy kap 20 percet a végén. Szerintem engem, engem hideg én engem nagyon régen hideg el a futball, úgyhogy ez köszönjük szépen mindenkinek, aki minket, választott minket. Természetesen, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, valamint szálljatok be a közösségi finanszírozásunkba mindenféle módon, vagy pedig ugyanakkor kezdjetek elni a szabadidőtökbe, amikor kifejezetten mondjuk nem az űrkutatással, vagy az űrutazással foglalkozunk ezen a csatornán, akkor esetleg egy kis csillagászattal foglalkozatok a képernyő jobb szélén látható úriembernek a csatornáján, megtaláljátok a, <laughs> az elérhetőségét. Gergely pedig neked meg nagyon szépen, Gergely, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Esetleg, Köszönöm, hogyha megjött. Hogyha, hogyha, bármilyen elő, elő, elérhetőséget adsz, ami, ahol mondjuk te munkáságodat lehet, mert hogy az is azért elég sokrétű, akkor ezt nagyon szívesen beteszem majd a, a leírásba, és, és bárki nyugodtan követheti a te munkáságodat is köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen. És a szaktudásodat. Várunk majd valamikor vissza benneteket. A tervek szerint, bár nem akarom elkiabálni, nem mondom mindegy, hogy ki a következő vendégünk, mert, mert ez még fixáció alatt van, tehát még egyelőre egyeztetem. Így van. De, de, de természetesen folytatjuk ezt a megkezdett előadás sorozatot, mert úgy gondoljuk, hogy ebben nagyon sok van ebben a, ebben a témában azt tudom csak mondani, kövessétek, figyeljétek az eseményeket ezen a csatornán. Ha más nem nézzétek vissza az egyéb tartalmainkat, mert elég sok témában készítünk mi is eh, mindenféle Minsort még egyszer az a sűrűkutatás témájában, de én nem is húzom tovább. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Eh, köszönöm a vendégeknek. Eh, jobb belly flapot az ágyba, a tolóerő legyen veletek. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie. Sziasztok!